Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 2 perc múlva lesz 7:15, jó reggelt, sziasztok! Az előbbi szignál az 2 nap múlva lesz majd, igaz? Tehát 3-as felsorolás a csütörtökig várni kell, illetve ma is lesz egy 3-as, de másfajta lesz. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Rákóczi Ferencése, a Vadon Jani, jelenleg a Morning Show parancsoki hídján átcsorok, lögdösi egymást jobbról, balra, balról, jobbra, próbál meg odaférni mindenki a kormányhoz. Csütörtökön már lesz Balázs, addigra tér vissza egy kisebb vagy nagyobb pihenős időszak után, de ahogy Feri is jelezte, ma is lesz egy vendég Dombóvári István személyében. 7 órakor jön Dombi, már megszokhattátok, hogy ilyenkor őt beszoktuk rántani magunkhoz, mert szeretjük, nagyon imádjuk a fiatalembert, Jani ugye több fronton is támad vele, szombat esténként szoktatok együtt mulatni, és meg ilyenkor reggelente, úgyhogy őt nagy szeretettel várjuk, 7-től egészen 10 óráig velünk lesz majd. Na. Ebben a jó időben, Jézus ezt Mária, nem szörnyű, majdnem bejöttem egyébként már a hírek alatt, amikor az Ákos azt mondta, hogy ma esni fog, vagy ma már esni fog, tegnap este óta folyamatosan esik. Igen, tehát, hogy tudod, hogy hallod, hogy esik, és még mindig esik. Egy picit lealkítom a tévét, nem, még mindig esik. Nagyon örülök, köszönjük, majd kicsit később nem fog az egész világon, komolyan mondom. Ráadásul én azt vettem észre, hogy kialakult egy új fóbiám, ez pedig ugye az esernyőfóbia. Erre, amikor leszárok, mindig az utolsó éjszakai járattal szoktam bejönni a határútig, és amikor leszállunk ugye mindannyian munkába menők az autóbuszról, és át kell gyalogolni a metróig, ott az nem egy fedett rész, abban a pillanatban mindenki előbb pattintja az esernyőjét, mindenki megnyomja a kis gombot, és abban a pillanatban paf, mindenhol kinyílnak az esernyők, annyira be vagyok fosva, hogy kiszúrja valaki a szememet, hogy én ezt nektek el nem tudom mondani. Nem, tényleg. Komolyan. Ez nem valós probléma, hogy valaki kiszúrja az esernyővel a szememet. Mert 2 méteren ingázik mind a két szemed, meg védi. Te meg alatta vagy, és pont a kettő között van. Meg ólomüveg, szemüveged van, érted, golyóálló, és repeszálló, és hogy hívják, és nem jársz éjszakaival. Te nem vagy veszélybe, de én, aki is nyomorult 165 centimmel, meg ugye szemüveg sem védi a frontomat, szóval, hogy így basszus, annyira be vagyok fosva tőle, már bocsánat, hogy így korán kéreckedjél be egy hogy, alá. De nekem is van. Ja? Nekem is van. Akkor szúrj vissza. Igen, az, mert az első, hogy megvan, az első paf megvan a gomb után, akkor odaugrasz, és azt mondod, hogy hagyjáljak ide. Figyelj. Valakibe belekarolsz, és akkor már védve de nem vagy. Akarok korán reggel barátkozni, mint hogy egyébként szerintem senki nem akar senkivel barátkozni, mindenki bámul ugye maga elé, behúzza a kis, mit tudom én, sapkacsilgyét a szemébe, felveszi a kis kapucniát, igen, nem így véletlenül beszélgetni kell, ezzel nincsen semmi gond, ezt tökéletesen megértem, én is ugyanebben az állapotban vagyok reggelenként így lelkileg, de mondom, annyira, és hallod, hogy egymás után nyílnak ki, és mert ugye van ez a 15 méteres szakasz, amit meg kell tenni a metróig, és onnantól kezdve már megint védettek vagyunk, de hát basszus. Fuss át akkor ott nagyon gyorsan, mindenki előtt. A villamosének vannak keresztben, tehát hogy még ráadásul nehezíti a sztorit, az, hogy jobbról-balról éppen, mit tudom én, a remészből jöhet ki fel a villamos, hogyha nem figyelsz oda, akkor meg nem esernyőt kapsz az arcodban, hanem egy ütközőt. Igen, és az még kellemetlenebb. Nem véd az eső elől. Ráadásul azt vettem észre, hogy évről évre egyre rosszabb a szemem, tehát már olyan szinten nem látok, hogy biztos el fog menni és megcsináltatni a szemet, amúgy is azt gondolom egyébként, hogy ugye én egy ilyen fél évvel, vagy most már is tudom, 3-4 évvel, már nem is tudom, mert komolyan mondom, már fogalmam sincs, hogy mikor volt. Úgy látszik már ezt is meg kell csináltatni, egy agyműtétre is szükségem lesz. Na, ezt akartam mondani. Szóval, hogy megcsináltatnom az orromat, és életem legnagyobb, meg legjobb, meg leghasznosabb döntései közé tartozott, azóta se sincsen vele semmi gond. Az égvilága nagyon-nagyon jó ötletnek tartottam, hogy a következő ez a szemműtét lesz. Egész biztos, hogy meg fogom csináltatni. Korábban attól tartottam, hogy ugye jön egy ilyen 1-2 hetes, vagy éppen hónapos pauza utána, semmit nem lehet csinálni, folyamatos szemcseppezés, folyamatosan napszemüveg kívül, belül, már úgy értem, hogy kültéren meg beltéren egyaránt, nem emelhetek semmit, nem tehetek semmiféle olyan tevékenységet, hogy elsősorban persze a sportra gondolok,
amivel veszélyeztetném. Nincs már ez az egy és hónap. Nincsen, basszus, utána néztem, utána olvasom, és úgy, ahogy mondod. Pár napot, de nem kell most már egy hónap is nem csinálni. Hogy utána néztem a dolognak, és van már olyan eljárás is, amit, hogyha megcsináltad, egy nappal később már azt csinálsz, amit akarsz. Utána néhány hét szemcseppezés, és kb. Ennyi. Meg, hogyha ha azt mondjuk, hogy egy-két hónapig kell napszemüveget hordani, de azt is csak akkor, amikor nincsen. Itt ülnél bent, érted, vakítani napszemcsiben. Itt se kell, kint kell, borús időben egyáltalán nem kell, beltéren egyáltalán nem kell, hogyha kisüt a nap, akkor kell, mert hogy az UV-sugárzás ellen meg kell védeni a szemet, de ez, hogy maximum egy nap pihenés, és utána már azt írták valamelyik oldalon, hogy mondjuk ez ilyen formában engem nem érint, de hogy mondjuk az autósok például már egy nappal később a kontrollra, de buszra ülhetsz, nem? Meg metróra, hát bármit, akkor meg bármit lehet. Na, ha megcsetetted a szemed, akkor menjél a fülészhez is, csináltasd meg a füledet. Ákos írja, nem mondtam, hogy ma már esni fog, azt mondtam, hogy sok felé már most is esik, idézni csak pontosan szépen. Jaj, de végre egy kollega, jó, aki minket ugye hallgat. De legalább lecseszed. Jó, ezt csináltasd meg szerintem, mert legalább beszámolhatsz róla majd. Én voltam többször is már, amikor ez először megjelent Magyarországon, akkor még csak a Margit szigeten csinálták, elérhetetlen volt. Margit sziget is ilyen nagyon luxi. Ha oda kivész, akkor már az majdnem Amerika, na mindegy, az első ilyen klinikán ott voltam, és akkor még azt mondták, hogy nekem nem lehet megcsinálni. De azért az még késes volt, vagy lézeres? Nem, az már lézeres volt. A legendák szólnak arról az orosz sebész, aki a Gellért egy cikében csinál, de állítólag tényleg megcsinálta. Persze. A csávó, vagy ukrán volt, én már nem emlékszem. Igen. A dologra, most megvan a kép, hogy így fölét hajol, Jevgenyi, és azt mondja, hogy akkor tágítsuk a pupillát. De az, igen, a műtétől az utolsó, amit látsz a mindenfelé szétspiccelő szikrák, tudod, ahogy a felőkövön megjelzi a kis szikéjét, és így, nem, hát ilyen már nincsen. Mondom, ez a lézeres formája, ez annyira durva, van belőle két vagy három különböző fajta, hogy így összeolvasgattam róla egy-két információt, és nagyon-nagyon szimpatikusak, úgyhogy hogy ezt valamikor majd össze fogjuk rántani. Ráadásul, hogy egészségpénztári tagsággal állítólag még a 20%-a vissza is igényel. Hát így megfigyelj, akkor meg még pénzhez is jut, így dupla öröm. Ez volt a legfontosabb info. Igen, mennyi? Jó, 20%-a igen, 20%-a vissza, jó, akkor jó, hajrá. Na, egyébként meg a tegnapi nap átküldtem neked egy képet, te nekem ne dumáljál arról, hogy járkálsz. Figyeljetek, nem hittem el. Tegnap voltam egy ilyen egy barátommal beszélgetni, megállok a parkolóban, kiszállok, sétálgatok, ott megyek az ismerősöm felé, egy hófehér Mercedes-t látok a parkolóban, amelynek a rendszáma vadon és egy szám. Érted? Így nézek, mondom, Jani, basszus, előadod itt nekem állandóan reggelente azt, hogy te villamos, meg busz, meg akár micsoda. Közben otthon áll egy flotta. Egy teljes flotta van, mert ugye nyilván van vadon egy, vadon kettő, vadon három. Nyilván. És így legalább tízig a dolog. Nagyon sírva röhögtem, hogy egy fehér, hófehér Mercedesen vadon rendszámmal át is küldtem. Ráadásul, hogy ez egy német autó, én meg ugye mindig el szoktam mondani, hogy csak a japán. És aztán Ferének visszajöttem, hogy a másik három az japán, ez a gyereké, mert ő van oda annyira az német autó. Igen, csak hadd legyen. De azon gondolkoztam, hogy vajon ki, tehát hogy ki, őt így hívhatják, mint biztos éget, vagyok benne. Hát vagy a vállalkozás. Vagy a vállalkozás. Nem tudom, valahogy én nem éreztem soha ilyen erőteljes vonzalmat. Ilyen rendszámok, igen, alapján, vagy Dezső 01. Múlt héten Lajos. Láttam azt hiszem egy Ferenc 6-ot. Hogy nekem nem jutott volna eszembe, hogy soha, hogy Feri egy legyek. Igen. Ott azért az szerintem valószínűleg arról van szó, hogy nincsen 1, 2, 3, 4, 5, de olyan jól hangzik, tudod. Aha. Hogy ez a 6. a flottán belül, mert hogy 6 ilyen autók. Aha. Ez csak a bevásárlókocsi. Az összes többi az benne áll a garázsban, azok a jobbak. Azok azt szoknak általában keresztbe állni, ahogy a mozgássérült parkoló, hogy nehogy valaki meghúzza. Hát tényleg nem tudom, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy ilyet megveszem, mert ez egyébként pénzbe kerül ez a rendszám, ráadásul nem, igen, is kevésbe. Igen, külön fizetni kell érte. Hát nekem mondom, soha nem jutott az eszembe, hogy valami hasonlóval előjöjjek. Azt hiszem valami 100 000 forint egyébként az ilyen jellegű rendszám. Inkább a szemműtétbe tolnám. Annyit nem tudom, hogy ér-e a dolog. Na, Bajcsin gázolás, Dorogon trafi, Bence. Köszönjük szépen, ez a Bajcsi, ez a budapesti Bajcsi, és aztán egyszer csak... Aha, igen. De jó, de azt is tudod, hogy Dorogon meg trafi? Aha. Jó, nem tudjuk meg, soha vagy majd csak ez később. Ez a belvárosi Bajcsi lehetne, Bajcsi Zsénszki utca kb. Oké, de ha nálunk is van a Lőrincen.
De mondjuk nálunk itt... Rákóczi utca is van. Oké, okay, de ha nem itt van, van az országban, sőt. Jani, okay. Jani, ha itt van a fővárosban, akkor honnan tudja, hogy Dorogon is trafi van? Ezt egyesem esetben. Mert megírtanak az egyik rokon. Csak én nem tudtam mi számunkat, és azt mondja, írd meg a Morning Show-nak. Jó. M1 Győr felé Tatabány előtt körülbelül a 40-es kilométer környékén életveszélyes kátyúk vannak a külső sávban. Az eső miatt tele van vízzel, ezért egyáltalán nem látni. Fokozottan figyeljen mindenki. Köszönjük szépen. Ezek vannak most így információként. Egyébként az eső tényleg macera vezetés szempontjából. Az ennyi szólva is, úgyhogy hát lehetőleg ne használjuk sokan esernyőnek. Mondjuk ez az eső nem szúrja ki a szemet úgy, mint mondjuk én nekem a határútnál szokott előjönni ez a fóbiám, ahogy beszéltem róla, de nekem egyébként a tegnapi napom az alapvetően egyébként arról szólt, és szerintem nagyon sok embernek az országban, hogy agyalgattam ezen a Saul fiának a sikerén, azon, hogy basszus Oscar díjas lett ez a film, gyakorlatilag történelmet írt, hogy fiatal. Igen, hát az sártott volna nekünk, de hát azt valahol megértettük, hogy nyilván mindenki velük szeretne most beszélni, de ezek a fiatal emberek felértek a filmvilágnak a csúcsára, mindent megnyertek, ami megnyerhető volt. Ugyanakkor egy pici üröm is vegyült az örömembe, mert szegény Stallone. Tehát, hogy így gondolkodtam rajta, hogy de jó lett volna, hogyha is megkapja, az lett volna az igazi tündérmese. Tehát, hogy így... És neki most egy picit elment. Mert hát el. Ugye ahhoz most megint kéne csinálni egy új filmet. El, meg hát egy óriási zicser volt neki, tehát hogy ő hol érzi magát jót, meg milyen közegbe érzi jól magát, meg milyen filmek állnak neki jól. Hát persze, hogy a Rocky. Ja. Igen, és mert ha ezért nem, akkor miért? Meg nem fogják jelölni egy darab. Igen, abból se lesz már úszal. Igen, meg nem, meg hát ugye John Rambo hazaért, ugye ezt tudjuk, hogy legutolsó filmnek az volt ebben a sorozatban, valószínűleg az volt a záró epizódja, és az volt a vége, hogy hazasétált a farmra. Tehát, hogy neki ez elment. És hát milyen jó most nagyon nagy, hogy hogy csinál belőle folytatást. Hát... Szegény. Ezek után. Neki már csak életműdíj juthat. Igen. Tehát, hogy igen. Illetve... Hát volt neki ugye egy forgatókönyvért kapott annak idején, a Rockyért, Rocky egyért, de hát ilyen jelölés nem nagyon. Ugyanakkor persze azért megkapta a Golden Globe-ot, ami azért nem gyenge teljesítmény. De ezért egy picit elment. De Arnold milyen jó fej volt, az megvan, nem? Nem, mit hogy csinál? Üzent neki egyébként egy videóüzenetet, hogy bárki is nyerte a legjobb melegszerbelőnek járó Oscart, attól még az ő szíve csücske Stallone is a Creed. De rendes. Apollo fia című film, ugye tök jó fej volt. Ami tök jó ez az üzengetés, mert azt is biztos láttátok, vagy ha nem láttátok, akkor mondom, hogy Carlo Pedersoli, Piedole is üzent nekünk. És egy kicsit ilyen tört, igen, félig, meddig magyarul, hogy gratulál. Ja, a magyar filmeseknek az Oscar. Nagy dolog, tényleg nagyon-nagyon szép. Ugye már nyilván a folytatáson lehet gondolkozni, hogy hova lehet ezután még menni, vagy hova lehet fejlődni. Azt hiszem, hogy Saul fia 2. Nem, hanem hogy egyébként így filmiparilag, hogyha gondolkozol rajta, hogy első filmesként ezt megkapod, akkor mi van még benned, vagy hogyan van tovább a jövőd. Az tök jó, hogy állítólag Hollywood felé megnyílhatnak a kapuk így egy ilyen Oscar után. Aztán szerintem ők nem az a típusú csapat, akik oda fognak filmeket gyártani. De minden esetre szerintem nagyon-nagyon jó dolog. Nagy dolog, gratulálunk még egyszer. Ezt talán a bácsit azért egy picit sajnálom. Olyan nagy lett volna. Igen, hogyha ő is megkapja. Ja. Majd egy életműdíj lesz belőle szerintem. Gyorsan meghallgatjuk, hogy miről beszélgettünk tegnap reggel. Ugye én számoltam be róla, hogy a Bazilika előtt egy csodálatos esküvő részese voltam. Isten, csak messziről is nézelődve a gyerekekkel, hogy mi a francot keres egy elefánt a Bazilika előtt. Hát kiderítettük, Richter József elefántos esküvőjéről beszélgettünk tegnap, meg hogy egyáltalán az ilyen nagyívű esküvőkről, úgyhogy ezt most megmutatjuk nektek. Közben lehet már jelentkezni a fekete-fehér igen-nemre. Tegnap úgy kikaptunk, mint a húzat. Nagyon-nagyon egy ügyvédjelölt hallgatónkkal beszélgetünk, nagyon helyes lányról volt szó, aki az elején annyira elaltatott minket, annyira beültetett minket a hintába, hogy az valami hihetetlen, mert eljátszotta azt, hogy jaj Istenem, mennyire zavarban, jaj, de hű, de milyen indisponált, és hogy életében először játszik, és jó, mi lesz ebből, és aztán csúnyán elkapál minket. Nagyon-nagyon keményen, úgyhogy ma gyengébb játékosok jelentkezését várjuk. Jövünk vissza a hírek után. Morning Show a Klassz FM-en. Mondjad, adjad. Ja, nehet csak, nekünk itt ugye állandóan be van kapcsolva a televízió bent a stúdióban, és azt látom, hogy van egy felirat a tévén, hogy magyar űrhajós fia sérült pilóta. Hát igen. Hát viszonylag szűk kör. Igen. Egy kettest. Aha, mert hogy történt, reméljük, egy szerencsés kimenetelű balesetről van szó, de ettől függetlenül érdekes, amikor ez így ki van írva, hogy magyar űrhajós fia sérült pilóta. Hát tudomásom szerint egy magyar űrhajós van, meg egy tartalék, aki nem repült soha. Ráadásul a tartaléké egyébként. Igen? Igen.
Igen, tehát akkor mondjuk úgy lenne pontos. Mert én már így azt gondoltam, hogy arra célzó, hogy a magyar űr, hogy azért akkor mind a kettőt vegyük űrhajósnak, mert a kiképzésen ugye végigmentek mindketten, és akkor már így vegyük, de most akkor a tartalék magyar űrhajós fia, a sérült pilóta, így lenne helyes. Így van, de jobbulást kívánok a sérült pilótának. Így van, nagyon reméljük, hogy nem lesz semmi baj. Magyari Béla fiának. Így van, 9 perc múlva lesz 7 óra. Nagyon sok dolgot fejtettünk meg az elmúlt néhány percben. Többek között azt, hogy már megint nem jól mondtam, mert 100 000 forintot mondtam az egyedi rendszámra, bár nem, hanem állítólag 4-50 egy ilyen rendszám, gyerekek. Jézus, 450 000 forint, mert úgy van, hogy minél többet kérsz, annál többet fogsz fizetni, tehát ha egyedi 3 betű 3 számot kérsz, mondjuk fair 001-et szeretnék kérni, az ilyen 150 000 körül van, a 4 betű 2 szám az 3 000, vagy 300 000, az 5 betű 1 szám az 450 000 forint. 450 000. Mennyi lenne a menő 01, amit akarok? Menő az 4 betű 01 2 szám, az 300 000, de azt szerintem már kiadták. Ja, biztos meg volt már valaki. Kiadták, és nem tudom, hogy van-e hosszú, tehát hogy ékezetes, mert akkor menó, az meg az, menó 01, az menó 01, ez 3, és szerintem 300 000, ez annyira nem vicces. Egy kicsit önkritikusabb a Tahó 01. Az jó. Az jó. Az jó, Tahó, de az is csak igen, ja igen, az meg nem annyira, igen. Az is áthallásos egy picit. Mindegy. Milyen gáz, hogy itthon 100 000-ekbe kerül egy rendszámtábla névre írva, Németországban 26 euró, és 5 perc alatt kész, ráadásul végignézed az egészet egy jó meleg kávé mellett. Hát, szép napot kívánok. Van még szerintem egy-két ilyen szolgáltatás. Ezt mi nem tudhatjuk, hogy mi mennyibe kerül Németországban. Ott valamit nagyon elszúrtak. Á, figyelj, ők nem tudják, hogy merre van előre. Jó reggelt, Morning Show, itt a tavasz kezdődő jóra reggeled, új hónap, új meglepetések Veszprémből, Livi. Köszönjük szépen. Nagyon Lévi. Szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. A tavasz az várat magára, illetve azt mondják, hogy az eső az tavaszi állt. Tehát, hogy az egy ilyen jellegzetesen tavaszi történet. Hát, ha ez a tavasz, akkor én nem kérnék belőle. Tehát pár napot, akkor próbáljuk meg eltolni még ezt a sztorit. Holnapra meg szombatra mondanak ilyen viszonylag esőmentes időjárás. Igen? De egyébként esni fog. Addig. Jó. DJ Oti a házban, kérdezik többen, hogy Balázs szelleme a hedővé. Hát igen, vagy a Hajdújék ide telefonáltak, és azért volt. Azért volt, nem tudjuk. Mi se, de nem mondom azt, hogy nagyon rajongunk érte, de örülünk neki minden esetre, hogy ebből a számból továbbra is meg tud élni. Így van, és sok ilyet kívánunk még a nemzetközi popiparnak is. Egyébként meg a főnök ide telefonált, ő nem alszik ilyenkor, se azt mondta, hogy srácok, a kedvemért, DJ Oti kedvéért egy jó hedövét. Ennyi. És már is szemben. Jó, csak az eszébe a hallgatóknak. Szemben ébredt az ország. 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Tegnap én próbáltam meg Violettával játszani a soproni ügyvédi jelöltet, gyakorlatilag a lehetetlenséget próbáltam magamra vállalni, mert annyira dübörgött Violett, hogy egy percen keresztül így ledózerolt mindenkit. Reménykedjünk benne, hogy most hozunk egy jó pontot majd magunknak. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Feri, szevasz! Hello, sziasztok! Szia, Feri! Honnan beszélsz? Én 100 halombattáról jelesedem. 100 halombattáról. Az előtte lévő molkútról. Ha, még nem mentél be melózni direkt azért, hogy tudj velünk játszani? De, megyek majd be, csak megálltunk, hogy a rádión ez a vagyon a kocsiba. Finomítunk. Mondhatjuk úgy. Ott dolgozol az olajfinomítóban? Igen. Mint micsoda, mint finomító? Nem, mint szerkezetlakatos. Mint olajütő. Mi? Hát de valami köze van a szakmához. Jól van. Melyikünket választod? Jani. De jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Hú, de jó. Hú, de te figyelj, te tudnád, hogy hogy örül. Engedd el, hagyjad neked. Most nem kell stoppelozni. Hagyjad. Na, jó van. Essünk egymásnak. Akkor a játék indul. Csak miattunk álltál meg a kútnál, vagy kellett tankolnod is? Csak miattatok. Uh-huh. A melóhelyen tankolsz? Ott is szoktunk, bár inkább benzinkutakon közbe hazafele. Lehetne egyébként? Tessék? Lehetne egyébként? Tankolni a munkahelyeden? Lehetne, ott bent is, csak az nem annyira jó. Aha, de kár érte, nem annyira jó. Pedig nagyon szépen kerülgetted, Ferikém, nagyon szépen kerülgetted a csapdákat, amik nem voltak nagy csapdák, tehát egy jó kis beszélgetés volt ez, de a lényeg, hogy a Jani nyerte meg a játékot. Pedig szoktunk bent tankolni.
Hát akkor, de akkor nem értem, én azt mondta, hogy persze, szoktunk bent tankolni, most épp egy benzinkúton vagyok. Ugyanannyira adják bent a benyát, vagy olcsóbb? Hát erről fogalmam sincs egyébként, tényleg nem szoktam figyelni, de szerintem nagyjából ugyanúgy van. Aha, hát pedig ott azért szállítási díj, egy csomó minden lejönne belőle. Hát lejönne, de semmivel se olcsóbb szerintem. Aha. Nincs szállítási díj, mert egy Bergman csövön megy ki a kerítésen kívül. Á, igen. És akkor viszont ára sincsen a dolognak. Feri, nem mondom, hogy nagyon sajnáljuk, de hát a te olvasatodban nyilván ez egy szomorú tény, hogy most nem nyertél. Nem ment olyan szépen. Igen, semmi baj, majd legközelebb, jó? Oké, köszi. Köszönjük szépen. Hello, hello. Szép volt, Jani, ez az. Köszönöm szépen. Egy-egy az állás. Köszi szépen a tapsot, Zsiri. Jó esik. Hogy gondolsz rá, érted, hogy együtt lélegzel a műsorról, hogy egyből megnyomod abban a tapsot. Abban a pillanatban áragadt valaki belöntött valamit. Na jó, van, egy-egyre hoztuk. Egy-egy holnap lehet majd javítani. 3 perc múlva lesz 7 óra, a hírek után Dombival együtt jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 perc múlva lesz 4-8. Jó reggelt, szevasztok! Vásáros Namény a Tiszahídon mérik a sebességet egy rendőrautóból. Bömbölő írta M0 Maglót felé, baleset a Cinkotai lehajtónál. Rendőr már kint. Tamás, jó reggelt, M108-as Pest felé mérik a sebességet a felüljáróról. Robotos Józsi. Zirc és környékén pedig havas eső esik, illetve Cseszneken intenzív havazás. Aha, Csesznek vagyunk mindenhogy szép, akár esik, akár fúj, akár hova. Most nem a cseszneki várról beszélgetünk, hanem, érted? A hóról, tehát hogy hó, március 1-én. Hó. Ha? Ja, hó. Istenem. De szép a cseszneki vár, amikor be van havazva. Miért figyelj, nincsen ezzel a... Egy márciusi havas kép, mi? A természet az már csak ilyen, már nem tudjuk, hogy mikor van tavasz, mikor van ősz, mikor van nyár, viszont egyre többet tudunk arról, hogy mit kell fizetnünk akkor, hogyha egyedi rendszámot szeretnénk az autónkra készítetni. Az egyik kedves hallgatónk egészen konkrétan megírta, hogy a 3-3-as, ugye 3 betű, 3 szám, egyéni rendszám 112.450 forint, tehát hogy ennél pontosabban senki nem írta volna meg. A 4-2-es meg az 5-1-es egyedi rendszám pedig 435.000 forint. Tehát, hogyha meg szeretném csináltatni azt a rendszámot, amit nagyon sokan javasolnak nekem, nagyon szépen köszönöm, hogy érzem benne a jó indulat, például a Mano 01-et, illetve a Mano 70-et, akkor hát ez nekem akárhogy is nézzük, belekerülne egy 4 kilómba. Mano 01. Persze, hát természetesen. Na itt van valaki, aki viszont a Mano 02-re fog majd jönni, ugye, mert te mondtad odakünn, már nem a manóskodást, hanem ugye a méretet, hogy ha nem lehet az emberbe belerúgni a súlya miatt, akkor jön a magassága, és aztán abban maradtunk, hogyha majd arra, abba se lehet, mert van egy ilyen növesztő hormon, akkor arra, hogy mérősz Dombóvári István. Dombi, szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát figyelj, imádtam ezt az eszmefuttatást, egy tapsot azért adjunk, Zsű, jó? Tudom, hogy végül, azon... nem szokott mindig itt lenni. Igen, tehát... Legalább egy konzervtapsot. Igen, köszönöm szépen. Azon, hogy Zsült elengedte az anyukája tegnap Scorpions koncertre, és hát annyira bele van zúgva ebbe az egész eseménybe, tudod, mert ő még nem volt az arénában. Meg úgy egyébként nagyon kis engedély. Én voltam, ott szoktam vásárolni. Nem az a... másik arénában, és azért egy picit most fárad. Így van, így van. Nagyon sok volt a lassú szám, és az a baj, hogy a cipó megégette minden ujját, és emiatt most elég nehezen tudja kezelni a gombokat. Na, és köszönjük szépen, hogy jöttél, így kezdjük, jó? Köszönöm szépen. És már mehetsz is, mi a kérdés? Nem, ugye, a szabályok rám is vonatkoznak, mondtátok, hogy ne legyen szó semmi szexről, és akkor egyből azzal kezdesz, hogy csesznek. Na, viszont amivel én szeretnék kezdeni, az előbbi eszmefutatás, amit már elmeséltem kint, hogy benned ez örökre benned lesz ez az állandó védekezés? Mert csak barátian beszélgettünk itt, és rögtön elmondta. Hát nem tudom, nem akarok gyereket. Nem, hogy téged még mindig ez zavar, hogy csesztetnek azért, hogy hány kiló hát, vagy. Hát várjál, hogy kezdted milyen... a beszélgetést, Feri? Hogy te milyen alacsony vagy, élő kis pufi? De hát ő mondta el, a kint ő mondta el a dolgot. Nem, nem, gyerekek, hát ez már, hogy is mondjam, ez már, azt kell, hogy mondjam, hogy ez már egy figura lett. Abszolút nem, jaj, de hogy is, hát 38 évesen azért túl vagyok ezen. Megpróbálom feldolgozni. Úgy érzem, hogy igen, úgy érzem. Kaptál eleget. Igen, igen, kaptam eleget, és biztos fogok is kapni, és hogyha egyébként valakinek ez örömet okoz, hogy így a lelki lábtörlőjének kinevez, nézd, ez is egyfajta közszereplés, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy új szolgáltatás. Igen. Hát
annak idején is volt ilyen emeldíjas hívás, hogy, hogy a normál dolgokat eltekintve, hogy jöjjön és alázzon meg, és csak verjen meg. Volt ilyen leszidó vonal. Emlékeztek rá? Igen. Volt ilyen főnököknek, hogy ön akkora főnök, hogy soha senki nem mer önnek beszólni. És hívjon fel, majd mi beszólunk, és kap egy olyan igazi komoly leteremtést. És áfás volt a szolgáltatás? Nem tudom, ez egy máfakörön kívül volt. Tehát úgyis akkor a főnök volt, nem volt probléma visszaigényelni neki. Na szóval nincs ez semmi gond. Sőt, mi több a munkásságomban, ha ilyen erős szavakat használtok magamra, akkor ez még úgy bele is illik. Tehát szívesebben fogadsz el talán még egy poént is egy olyan külsejű embertől, akinek a külseje vicces. Sőt, mi több, hát mihez képest? Most mi a nagy magyar átlag? Te nagyon magas vagy. Így van. De azzal nem piszkál soha senki. De hát, még az összes társkereső hirdetés is. Az összes társkereső hirdetés is így kezdődik, hogy legyen magas. És az teljesen mindegy, hogy alkoholista, meg ver, meg kikötöz. Igen, de legyen magas. Legyen magas. Ezt ezerszer megmondta. Legyen magas, és kötözzön ki, mert nem érem el. De hát azt tudjuk jól, hogy az ember minőségét azt azért a sípcsontja hossza határozza meg. Ez már nagyon régen kiderült. Úgyhogy ez sajnos ezt a vitát buktam. Elvesztettem. Van az oroszoknál kockázatos magasító műtét, hogy eltörik a lábadat. Ez megvan? És ilyen satuba kötnek, és ahogy nő a csont, a hegszövet képződik, ami egyébként állítólag erősebb, mint az eredeti csontszövet, akkor mindig húznak egyet a satun. És nagyon nagy hátrányai vannak, hogy egy évig nem lehet felkelni. Tehát az új magasságodat, ami legalább egy e-mail címe, Dombi. Nem adom oda, mert először én akarom kipróbálni. És na az a lényeg, hogy a maximum 9 centit lehet vele magasodni. Ennyit azért egy trükkös cipővel is lehet, tehát ezt Nikolás Sárközi is meg tudta csinálni. Már azt a szor megéri? Én meg egy, ja én is. Igen, én is viszont mennyire hülyén néznék, hogy nem tudnád megvakarni a térdedet, mert ugye a kezed ugyanakkor, tehát hogy megvan a torzságod. A testarányok azért azok nem változnak. Az nem változik, tehát a karod nem lesz például jó, de az összes társkereső hirdetés azt mondja, hogy legyen magas. Nem mondja, hogy legyen magas, és ehhez képest arányos pontig lógjon a keze. Szeresse a gyerekeket, ne csaljon meg, pláne. De legyen magas. De ha mégis legyen magas. Hát ezt tudjuk, hogy így indul minden, tehát ez nincs ilyen gond. Gondolj bele, hogyha tényleg foglalkoznánk ezekkel, és még mindig a kérdésedre válaszolok bővebben, ha ennyire foglalkoznánk a társadalom elvárásaival, akkor tényleg mindenki menne és húzatná szét urallal a lábát. De és milyen csodálatos. És akkor plusz a 9 centis cipő, az már 18. Az már, és akkor már parnasszus van. Az már köszönjük szépen, és gondolj bele, hogy te vagy a király, de este csak levetközöl, mert csak nem lábsatúba és magasított cipőbe fekszel, és szíved, hogy azonnal kiábrándul belőled. De az ágyban meg nem látszik, azt szokták mondani a magasság. Ezért szoktam én ágyba fekvő szelfiket küldeni. Vagy ebben így ismerkedsz. Kellene neki tényleg ilyen ágydiszkók, ahol a falon van a Na jó, nem ostorozunk tovább ezzel, vagy ostoroz, aki akar téged, mi nem azért vagyunk. Egy ennél sokkal fontosabb dolgot kell kitárgyaljunk, főleg úgy, hogy nincs itt a Balázs, mert hogy a televíziós karriered az elmúlt időszakban, hát egy új fordulatot vett, gyerekek, az a férfi, akit láttunk annak idején a szórakoztató műsorban, ahol mindig ugye elmondta a kis poénjait, az most társ műsorvezető volt az elmúlt évadban. Bizony. A magyar Got Talentben. Hát hogy kerültél te oda? Hát ezt én magam sem tudom. De szeretlek. Tehát, egyszer csak azt mondták, hogy gyere be dolgozni. Őszintén, egész szóra kíváncsi vagy? Igen. Az úgy volt, hogy én nem. Te abban biztos, hogy... Akkor egy kávét addig. Te tudod, hogy a Dombi hogy került megvan, be? Nagyjából. Írjam le. Te addig rákérdeznél a... szórakoztatóan egy nyomorúságos történet. Az egy tényleg az. Rengetegszer kellett megalázkodni arra, hogy rengeteg olyan dolgot kellett tenni, amire szerintem nem büszke. Nem tudom, hogy mennyire volt kifizetődő, de hát ettől független. Egy-két mocskos részlet megvan. Ingyen is megcsináltam volna, azt kell mondjam. Olyan profi műsorvezetők ültek ott, akik velem ellentétben már vezettek műsorokat. És kigolyóztad az összeset. Nekem még egy rendes szenvedélybetegségem sincsen, tehát olyan kategória sem volt. Hát sajnos nincs. Ilyen, nem tudtam még rászokni se semmire, gondolj bele, tehát amikor már leszokásra se kell foglalkozni. Na, tehát szumma szumárum, nekem volt tavaly egy ilyen önálló sódelklubom, egy saját Dombi Special est, és ehhez mi paródiákat forgattunk a székházba, kaptunk engedélyt. És amikor ott voltam, jött egy telefon egy általam nem ismert, addig még nem ismert szerkesztőtől, hogy várnak engem erre a talent castingra. Aha. És te én aljót és olyan őszintét röhögtem. Igen, mi az, hogy talent, mi az, hogy casting, ezekkel a szavakkal én még értem. A Hungaryt azt tudom, mert ez egy együttes, a Fenyő Miklós énekel benne. A többit azt nem tudtam, és te én őszintén röhögtem egy jót. Tehát ez úgy hangzott, mint amikor felhív téged valami híres ember, és egyből visszaszólsz, hogy ez biztosan Nacsa már megint unatkozik, vagy a Somogyi
Andris, hogy parodista. Nagyon sokszor megszívattak mindannyiunkat. Na, tehát a lényeg, hogy én visszakérdeztem, hogy de most ez egyáltalán honnan? És mondták, hogy csak úgy megnéznék. És csináltak egy ilyen próbafelvételt, aztán... De akkor te ilyen izgulásmentesen mentél be. Ugye, az esélytelenek totális nyugalmával. Ilyenkor szokott jól lenni. Legyünk őszinték, figyelj, hát ott vannak, akik már 1000 éve vezetnek műsorokat, tehát akik ott voltak a várományosai, nyilván ugye Balázs adott volt, Istenes Bence, ő erre van ugye kitenyésztve, akkor... Új barátaid lesznek. Én nagyon jóban vagyok Bencével, sőt, hát Random Marci már ott liheg a háta mögött. Ez egyik a kávé, a másik a cikória. Nem, hát a zenetévének erre külön kapszulája van, tehát ebbe fejlődött Balázs is. Aztán jött Bence, és már Random Marci vár a sorba, hogy mikor állhat be a következő műsorba. Tehát ők ezt jól csinálják. Ott volt Stól András, ha jól tudom, annak idején még Majka is felmerült, tehát csupa olyan ember, akik vezettek már élő tévéműsort, meg úgy unblock vezettek műsorokat is. Meg én, aki nem, abszolút nem, de még hasonló se. És az esélytelenek olyan szinten nyugalmával ment, hogy a próbafelvétel maga úgy zajlott, hogy beküldtek hozzánk versenyzőket, akik vagy igaziak voltak, vagy nem, ezt soha nem tudjuk meg, és gyakorlatilag Balázzsal rommá cikiztük őket, meg aztán egymást. És közöltem velük a végén, hogy abszolút, tehát én nem vagyok instruálható, nem tudom megcsinálni, azt sem tudom, melyik kamerába kell nézni, mi egy kamerás, két kamerás műsor vagyunk. Igen, ne zavarják össze az embert. És ott azt mondták a szakemberek, hogy őket minden más szerintük tanulható, őket az érdekli, hogy ez a bizonyos kémia hogy működik, vagy működik-e. Aha. És ezek szerint működött. És működött. Uh-huh. Nagyon jó. Megkaptad az állást, belöktek az első élő televíziós adásba, ahol az történt, hogy... Nem pont így volt ez, mert ugye nyáron történtek a válogatók, ezek felvételre mentek, és december volt az, tehát négy szombat volt ez az élő. Az teljesen más volt. Tehát az első az nekem nulladik volt. Hát Balázs mondta, hogy mindenben segít, és tényleg segített is, de azt se tudtam, hogy igazából mi történt. Az utolsó, meg hiába volt döntő, meg hiába szólt a tehetségekről, azért ott Balázs kopasz feje ellopítta a sor durván. Kellett segédhajtóműnek, azért valljuk be őszintén, nagyon, igen, ment nagyon sokáig ez az űrsikló, de a produkciók vitték egy darabig, de utána azért már kellett egy-két. Gyerekek, az, hogy a bulvárnak, meg ennek az egésznek, meg milyen jó felépítettétek, milyen ereje volt, az akkor lehetett látni, ugye egy egész sorban az újságírók ültek a tévéadásba, az élőbe, és bemutat, már volt egy-két szám, és ugye Balázs mindig levett valamit a fejéről, és mindig maradt rajta valami, hogy ezt a kis geget találtuk ki, és figyelj, le se fényképeztek senkit, egy énekest, egy táncost. Ahogy Balázs levette a fejéről az utolsó sisakot, te olyan vaku áradat volt, amit én csak filmekben láttam. Tehát egy csomó tartós elem lemerült, mire Balázs lefényképezték. Tehát az ügyesen meg volt csinálva. Harc volt annak idején, hogy ki közli először Balázsról a kopasz képet. Figyelj, melyik internetes portál hozza le, az gyerekek, az komolyan mondom. Ez így van, úgy hidd el, hogy ugye bejött reggel, meghatározott időpontba, és neki ki volt jelölve az útvonal, hogy hol mozoghat. Mert az újságírók olyan szinten álltak lesbe, de azért valahol zseniális, nem? Egész nap sapkában volt? Reggeltől végig a technikai próbán, végig, mindig más sapkát vett fel, amikor beizzadt, akkor vett fel valami más. De tényleg abszolút, tehát óriási érdeklődés övezte, tehát ezt azért csúcsra járattátok. Hát figyelj, amit tudunk, azt megteszünk. Az ügy érdekében fölhívtuk egy kicsit a műsort, nincs mit. Na és nektek hogy tetszett? Ugye a Gyertek át szombat estébe te már voltál, te meg majd leszel? Én már voltam a felvételen. Igen. De most hogy jön ide? Úgyhogy ebbe is becsöppentem, ez még a talent után jön nekem. Én de az más, műsorban... azért ott nem műsorvezető vagy, bár ugye lett egy olyan is, ahol aztán te lettél a műsorvezető. Majd lesz. Ennyit elárulhatunk, hogy van egy ilyen csereszabatos dolog. Azért az másod szereplő, oda szereplőnek hívtak téged, hát és ahhoz azért értesz. Egészen pontosan én abban nem is lettem volna benne, csak hát ugye ez egy celebgyűjtő műsor lenne, úgy Isten igazából. Ennek az amerikai verziója az egy ilyen csillogós valami, de nagyon sok, tehát alig találtunk olyan celebet. Aki ugye, működik benne. Igen. Tehát mi szerencsére, hogy van próbajáték, mert ott rengeteg olyan ember elvérzett, akire nem gondolnád. Pedig hát egy felturbozott aktivitőre van szó. De igazából tehát ez is ugye az én kis univerzumomhoz betársult ez a műsor. Én ezt a műsort nagyon szeretem. Ez egy nagyon érdekes műsor, mert ezt a műsort azért szeretik a nézők, amiért szinte más műsort utálnak.
Tehát itt aztán tényleg az, hogy elereszted magad, igen, minden a játék lehet. Az kevéssé volt benne fontos. Ebben a játék ebben meg pont az, hogy a másikat savazod, a másikat cikized, a másikat megmarod ott, ahol lehet, és kicsit felborultak az arányok, és ettől talán szórakoztatóbb is a dolog. Én azért szeretem nagyon ezt a műsort, mert én annak idején, amikor például indult Magyarországon a Rossz, és rögtön egy adás után bele is állt a földbe, azt nem tudom, hogy miért, mert szerintem egyébként zseniális volt. A nézettség. Gyerekek, akkor nem bejött egy új műfaj. De ki nincs rá fölkészülve? A néző. Szerintem a néző szerintem, se szerette, és szerintem a celeb se vállalt. Az van egyébként, hogy alapvetően egy kicsit álságos a hozzáállás ezekhez a műsorokhoz, mert amikor Amerikából jön az adás, meg amikor amerikai csatornán látod az amerikai sztárokat, ahogy rommá égetik őket, és nem te ülsz kint a kínvalótószékben, akkor nagyon szórakoztató, amikor meg neked kell beülni, meg amikor meg olyan magyarokat látsz benne, akkor rögtön mindenki felkapja a vizet, és rögtön újságcikkek születnek belőle, hogy hú, miért beszólt ez annak is annak. Ez abszolút így van. Figyelj, hát Amerikát kérik rajtunk számon folyamatosan, legalábbis a humoristaságon mindenféleképpen, viszont azért nézzetek meg egy amerikai rostot, tehát ők azért ők olyasmivel tehát olyannal támadnak, identitás, rassz, amivel nálunk letöltendő jár. Mert hogy gyakorlatilag úgy húzzák ki a méregfogát a kritikáknak, meg a későbbi botrányoknak, hogy azt mondják, hogy semmi sem tabu. És szerintem így van jól. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenből kis túlzásra, mindenből viccet se lehet csinálni, meg minden lehet a humornak a táptalaja, és ők ezt el is hiszik, és el is fogadják. Nálunk ezt nem fogadják. Ezért örültem neki egyébként, amikor hallottam, és mondjuk erre mindenképpen rá is akartam kérdezni. Nem adtuk fel. Nem adtátok fel? Mert nem. Hogy csináltak kis vidéki turnét a rostokból, csináltatok olyan rostokat, amiknek az alanyi például Majka, vagy Gangsta Zoli voltak, és nem tudom, hogy ebből lesz a folytatás, mert marha izgalmas hangzik. Lesz. A Gangsta Zoli rost másfél évig futott az országba, a teltházakkal, dupla teltházakkal, és most indult útjára, hogy ez befejeződött, és most indul útjára a Majkás rost. De gyerekek, tévében vagyunk trüdek, mert azt mondod, hogy ha helyszíni buli van, tehát fogjuk Gangsta Zolit, és vagytok ti mitén öten, elmentek a Karancslapújtői Művelődési Házba, ott működik, a tévében meg nem működik. Ez valami olyasmi lehet szerintem, mint a néző, meg a kommentelő. Tehát a kommentelő neked otthonról, fotelből beírja, hogy rettenetes voltál, másnap személyesen találkoztok, és megveregeti a vállat. Dombikám, apám, hát te! Ilyenből rengeteg van. Ez lehet az egyik. A másik pedig az, hogy el kellett vinni ezt a rostot házhoz. Tehát ez úgy érzem, hogy ez egy kicsit magyarázósabb. Jó, oké, ez egy angol szó, sok jelentése is van. Lehet, hogyha az lenne a neve, hogy cikizés, vagy égetés, vagy volt egy ilyen műsor régen, hogy buzera, lehet, hogy abból rögtön tudnák, hogy mi van. Ember. Hát volt egy ilyen érzésem, hogy magyarázni kell a bizonyítványt, és az mondjuk sose jó. De tehát, hogyha azért egész országban szerették, sőt, vittük Felvidékre, vittük Erdélybe, mindenhol szerették. Hogyha ugyanezt a műsort meg majd nem fogják szeretni tévébe, akkor már én is feladom. Tehát akkor nem értem, mi történik. Aha. A Gangstás Rostnak biztos, hogy lesz tévés változata. A Majkásnak, hát nem tudom, ugye itt csatorna ellentétek vannak, amit én aztán annyira nem tudok, tehát annyira nem tudok hova tenni. Hát kicsi a piac, tudod, tehát hogy az külföldön mondjuk egy oda-vissza nem működik. Azon a csatornán, ahol mi vagyunk, ahol én vagyok, azon a csatornán ott ez nem volt probléma, hogy Tóth Gabi visszamehet-e a Megasztár buliára. Nem főleg egyébként, hogy ekkor átjárás van már a két csatorna között, tehát hogy már ugyanazokat az arcokat látod, ex, RTL-eseket, a TV2, stb. De mindegy is szerintem azt mondani, hogy kik vannak egyébként benne rajtad kívül. A régi alapi, és most már két csapat is van. A két állandó régi roster, Kis Ádám meg én. Mi az elején ott voltunk, hogy ezeket leraktuk az alapokat, és az első Gangstás Rostban ott még a Bank Dénes van, Kovács András Péter a műsorvezető, és még a Kormos Anett. Ez a gangstás adag, a Majkás, az meg még alakul. Még most, most volt a bemutató januárban, az még nagyon formálódik. És ugyanúgy képzeljük el, ahogy a TV műsort, hogy van lehetősége azoknak, akiket kikezdtek, akik a cél vannak, vagy a cél keresztben vannak, vagy válaszoljanak a végén? Természetesen, hát erre mennek ki az egész formátum. Igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy Gangsta Zoli nagyon jól felnőtt a feladathoz. Tehát ő nekem amúgy is egy elég érdekes ember, úgy, ahogy van. Remélem, hallgat, bár szerintem ő még ilyenkor alszik. Nem, ilyenkor viszi a gyereket már iskolába, és nem, akkor ilyenkor szokott írni. Zolira lehet mondani jót is, rosszat is, de az, hogy nem érdekes, az nem. Tehát ő egy tényleg érdekes fazon. Tehát egyszerre egy vadállat rocker, aki sajátos módon fejezi be ugye az évzáró céges bulit, amiről írnak még egy hónappal később is, és egyszerre egy aranyos ember, figyelj, az a brutál mosolyú magyar gangster rapper odajön a roast végé hozzám. Dobikám, nem bántottalak meg, ugye?
Tehát érted? Tehát ott van benne még ez az emberi vonal. Úgyhogy te aljasztad egy órán keresztül, és ő jön oda, hogy nem bántottalak. Ő jön oda, és igaz, hogy fonott szakállal van, de mindig jó szagú. Tehát most sem a fonott szakállal. Igen, ez némileg nem az utca nevelt, viszont már a zuhanyzó mosott. Tudod, mi lehetett baj a tévéműsoron az elsővel, hogy miért volt bukta? Mert ezt a végét nem várták meg az emberek, amikor vissza lehetett szólni. Nagy Feró volt ugye az Nagy első. Nagy Feró volt az első. És akkor azért nem értette a néző, mert ott folyamatosan aljaszt, tehát aki arra járt, az rúgta, és nem várta meg a végét, amikor ott a Nagy Feró visszaaljaszhatott, vagy visszaszólhatott ebben a dologban. És lehet, hogy mindenkinek az ugrott be, hogy miért kell bántani ezt a rendesen. Rengeteg ilyen üzenet jött, hogy mit képzeltek ti, hol vagytok hozzá képest. Tehát nem az a baj, a műsor nem tetszett, hanem hogy feltételeztük, értünk a gyanúperre, hogy nem értették. Meg vártak egy ilyen nagy hívő, ilyen show műsort, ugye a külsőségek azokat, hogy volt nagyon is az, Tália Színház, de nem kellett minden. Volna, lehet, hogy pont nem kellett volna, mert nézd meg például ott van a Szombatestének egy sokkal bensőségesebb, így tényleg olyan, mint egy háziból, olyan a milliója, sokkal jobban is működik, pedig olyan igazán nagy különbségek nincsenek a két műsor között, ott meg valaki ajándékkosarat vártak az emberek, hogy hú, és akkor fények, és akkor itt reflektorokat, lefelé mindenki smokingban, meg mindenki csokornyakkendő, fehérénk, hú, jobbról be, balra ki, hú, mekkora show lesz. De ez direkt, amcsizni akartunk, érted? Mindig azt mondják, ó, hát amcsizni, igen, mindig azt mondják, bezzeg az amerikai komikusok, bezzeg George Carlin. És tessék, itt van nektek Amerika, itt van nektek Rost, és hát ez nem, nem tudom, ez mégse olyan, és most eltelt pár év, ennek meg kellett érnie. És ahova elvittük, imádták, szerették, a műsor sose volt kétszer ugyanaz, volt egy váza, de mindig adódott hozzá, mint a cseppkő, tehát mindig volt valami, tehát nem volt teljesen soha egyforma. Egymást is meg tudtuk lepni. És az egész egy jó szórakoztató, tehát egy jó szórakoztunk mi is. És a közönség reakciójából ítélve, a műsor 90 percesre volt tervezve, de volt egy csomó helyszín, ahol 2 órás lett, szünet nélkül. És így ment az egész. És szerették. Ha minden igaz, ősszel lesz egy televíziós változata, nyilván ugye nem biztos ez, de a tévécsatorna nagyon szeretne Rostokat. És ebből még kint Amerikában is évi 1 vagy évi 2 szokott lenni, tehát ennek úgy meg kell érni. Ezt nem lehet kilóra megírni. Na meg az sem mindegy, hogy a tévés verzióban majd rakunk még magunkhoz egy-két híres embert is pluszba, aki nem csak humorista. Valaki elvigye a nézettséget. Meg hogy egy kicsit színezzük, tehát hogy annak idején is 10 voltunk benne. És olyan, most már nem az a feltétel, hogy legyen humorérzéke, hanem hogy minimum el tudja olvasni a sugógépet. Aha, és az megvan, akkor már meg. Az elsőben az sem feltétlenül sikerült. Jó, akkor ezt megvárjuk ősszel, most elmegyünk hírezni, lehet közben már jelentkezni a Mit mond Dóra címet viselő játékunkra, és akkor a hírek után jövünk vissza, most pontosan 7:30 van. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc múlva lesz 3:48, Bárd udvarnokon mérnek a Kaposvár felől érkezőket. Azt mondja, hogy mi van még. M7-es, 69-es kilométer, 4 autó, off körbe 5 perce. Apa kezdődik. Humorosan írtad meg, de nyilván nem egyszerű a sztori, tehát M7-es 69-es kilométer, hogy merre, azt nem tudjuk. M7-es 44 kilométer, a 44-es kilométernél is baleset van, de itt a Balaton felé Vásáros, na mint Tisza idom mérik a sebességet egy rendőrautóból. Tessék odafigyelni. Már is megindult Balaton felé az áradat? Ennyi. Csak március 1-e van. És már imádják. Picit beszavarodik a hétvége, de ettől függetlenül már megindultak. Sajnos, mert a lőrincék megint kapják az ívet, mert az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Szarvascsárda tér és a Béketér között, járműhiba miatt a villamos forgalom helyreállásáig türelmüket kéri. Nagyon köszönöm. A BKK. Dombi, az életed tiszta szex, erotikus a múltad, izgató a jelened, a jövődért meg nyalhatsz. István írta. Húha, biztos ő koccant a 69-es. Nem bántani akart szerintem. Ja, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Hát nézd, nem probléma. Tehát az a nem mindegy, hogy mit meg hol. Ha kell, akkor ebben is jók vagyunk. Simán. Meglepő módon egy komoly, rövid, de komoly velős témával fogjuk most folytatni. Csont? Ha nagyon, nagyon idegen talajnak érzed, akkor addig vonulj háttérbe. Miért valami tudományos? Tehát ami intelligens embereket kíván meg, ugye? Így, pontosan. Ajaj. Nem, te is hallottál már róla, ugye az egészségügyi világszervezet február elején globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Dél-Amerikából indult ki a Zika vírus, a Zika láz, ugye az ottani szúnyogok terjesztették, és hát olimpia lesz, mindenki marhára izgul, és ez megint egy olyan betegség volt, ami nekünk egy picit ilyen távoli. Ugye, mert itt ülünk Európa közepén, vagy jobb szélén, hát ki, hogy mondja, hogy merre tendálunk ebben a dologban, de az a lényeg, hogy ugye messze van Dél-Amerika, hát kit érdekel, hogy mi van ott.
Igen. Ugye van egy ilyen távoli ránézés egy csomó dolog? Van, még most kezdem el elfelejteni a vuvuzelát is. Azon alig vagyunk túl, az bők egy kontinenssel errébb volt, de majd valamit megtanulunk innen is. Két Afrika is nem volt. Érdekes. Nem Dél-Amerika. Érdekes, mindenkinek erősség a földrajz. Ja. Meg a sport. Ennyi, erre céloztál, hogy üljek hátrébb, jó? Köszönöm. Imádlak. De teljesen, tehát abszolút kezdet a dolog. De importáltak egyébként Dél-Amerikába is vuvuzellákat. Igen, na most a lényeg az viszont, hogy földrész. Csehországban felütötte a fejét a vírus, és még idáig sem voltam különösebben pánikban, mert nyilván azt mondod, hogy valaki Dél-Amerikában járt egy társasutazáson, vagy sportolóként oda járt egy edzésen, nem tudom, hazajött Csehországba, és a vírust hazahozta. Azonban azt mondják okos emberek, hogy a második eset, ami felütötte a fejét, az már nem egy ilyen turista, hanem hogy ez ragad, ez a vírus. Tehát, hogy ezzel meg lehet fertőződni úgy is, hogy nem Dél-Amerikában vagy. Hát a vírus az ilyen, nem? De igen, de eddig azt hittük, hogy ehhez kell a szúnyog. Tehát, hogy kimész Dél-Amerikában vagy, megcsíp a szúnyog, és akkor elkapod a Zika vírust, a Zika lázat. Nem akarom túltolni, de szerintem ezek a vírusok mutálódnak, tehát felkészült az európai környezetre is. Tehát... Aha, tehát az európai szúnyog is esetleg át tudja vinni. Szerintem ezek megbeszélték. Na, hát nézd, Schengenen átjött gond nélkül. Onnan meg már minden rendben. Találgathatnánk, de arra gondoltunk, hogy fölhívjuk dr. Szlávik Jánost, infektológus, nagyon kedves barátunkat, aki már többször is segítségünkre volt. Jó reggelt, szia János! Jó reggelt kívánok! Sziasztok. Hello! Na, akkor nettó mennyi a hülyeség ebből, hogy ragad-e ez a történet, vagy csak kint lehet? Igen, és mennyi időnk van még hátra? Mennyi idő van, hogyha megfertőzöttünk? Hát nektek már nem sok, hogyha szúnyogok vannak a környéken, de nem. Már így se, úgy se. Nem, szó sincs róla. Tévedés az egész. Mind a két eset, behurcolt eset volt az egyik. Egyik szegény cseh honfitársuk Martinikon, a másik pedig Dominikán kapta el a fertőzést, és így hurcolták be az országba. Tehát nem megjelent a vírus, hanem behurcolták. El sem tudjátok képzelni, hogy mennyi nyomorult magyar honfitársunk érkezik haza ezekről a területekről a napjainkban, és jelentkezik nálam azzal, hogy lázasak, bőrkiütésük van, netán elkapták a Zika vírust, vagy a dengi lázat. De nem, nagyon-nagyon ritka ez a betegség azért még Európában, és dengilázat egyébként aránylag sokat hurcolnak be, zikalázzal még egyelőre nem találkoztunk. De hát nyilván, ha valaki ott volt ugye nyaralni, éves megengedett szabadságát Dél-Amerikában töltötte el, akkor ha hazajön, és ő beteg lesz, akkor nyilván ez az első, hát benned is ez lenne az első, nem? Hogy akkor te most zikalázas vagy. Biztos vagyok benne, hogy lesz zikalázas az elkövetkező időszakban, hiszen hatalmas területen elterjed, tehát nem csak Brazíliában, hanem Mexikótól egészen Paragváig terjed a fertőzés, és bármilyen jó indulatú azért belefér a lapangási időbe, hogy valaki már itthon lesz beteg és lázas, de szerencsére néhány napon belül elérhetőek lesznek a tesztek, amivel lehet bizonyítani azt, hogy valaki zikalázban fertőződött-e meg vagy sem. De bocsánat, most még nincs? Tehát ha most vagyok lázas, azt még nem tudjuk megmondani, hogy az Zika vagy nem Zika? Neked megmondanám, csak az a baj, hogy terhes anyának kell ahhoz lenni, hogy valójában megnézik, hiszen jelentősége csak a terhes kismamáknál van. Tehát az, hogy valaki Zika lázzal fertőződött meg Dél-Amerikában, ennek a világon semmi jelentősége nincs, csak hogyha terhes, hiszen ez egy teljesen jó indulatú megbetegedés, mond az influenza, láz, bőrkiütés. Aha. Pirosszem, tehát ez egy teljesen jó indulatú dolog, ettől egyáltalán nem kell félni. Tehát, hogyha valaki turistaként a régióba utazik, ne féljen az ikaláztól, kivéve ha terhes, mert ugyan még nem bizonyított, de nagyon nagy valószínűséggel az a terhesekre. Aha, jó. Akkor Ellánnal mondod, hogy egészen kedvet kaptam. Persze, igen, az ember majd... Meg akarom szerezni, ott a... Ráadásul, hogy... Tuti nem ragad? Soha többet nem tuti nem ragad. És ha már hallottam, hogy beszéltetek a szúnyogokról, ezek a magyar szúnyogok, ezek ilyen csökkentek, ezek nem tudják terjeszteni az ikalázat. Aha, az előfordulhat. Ilyen ember nem kapod el tőle. Figyelj, olyanokat lehetett látni mindenféle az interneten, hogy itt hatalmas pókok jönnek át banánszállítmányokkal a kontinensre, meg ilyesmi, hogy ezek a kórokozók nem jöhetnek át valamilyen növény vagy állatszállítmánnyal, ami ide érkezik mondjuk Dél-Amerikából? Nem, abszolút, ez teljesen lehetetlen, a szúnyogok elpusztulnak. Másrészt nem, ezek a szúnyogok nem. Most nem azt mondom, hogy messze vannak, mert azt mondják, hogy Olaszország bizonyos részén, Spanyolországban, Görögország déli részén előfordulnak már olyan szúnyogok, amik tudják terjeszteni ezeket a fajta vírusokat, de mondom, Magyarországon még szerencsére ez nincsen. Bár azt mondják, hogy a felmelegedés kapcsán számítanunk kell arra, hogy megjelennek. Hát ezért főleg az Egyesült Államokban, hiszen Floridában és ott a déli részeken már megvannak ezek a szúnyogok. Tehát szerencsétlen esetben ez a Zika járvány ráterjedhet az Egyesült Államokra is.
Na, ha már beszélgetünk viszont, influenza. Tessék, arra mondjál valami jót, most mutálódott vírus van, vagy az alapvírus pusztította végig az országot, úgyhogy mondjuk a suliban ilyen fele állományú diákok vannak, munkahelyek panganak az ürességtől. Ez minden évben így van. Ugyanazok a vírusok vannak szerencsére, mint amik az oltóanyagban megtalálhatóak. Tehát amennyire tavaly beszélgettünk arról, hogy nem nagyon találták el az oltóanyagnak a minőségét, idén azt mondom, hogy aki beoltatta magát, az biztonságban van. Nem hiszem, hogy több megbetegedés van, mint tavaly volt. Általában kisgyermekek, iskoláskorúak betegszenek meg. Ez minden évben végig söpör az országon, és mindig elmélkedünk rajta, hogy jön az influenzával. De nem változott. Ez ugyanaz a vírus, mint ami a sertés influenza volt 4-5 évvel ezelőtt. De bocsáss meg, ezt komolyan gondoltad? Komolyan gondoltad, hogy nem sikerült úgy? Tehát ez úgy működik egy-egy vakcina, hogy hát gyerekek, azt hiszem, hogy ez most... Szúrjuk be a kölkökre, de aztán... Hát, influenzánál így van, hát ezt meg kell becsülni, tehát ezt előre kell meghatározni. Ugye amikor a járvány dúl, akkor már nem lehet oltóanyagot előállítani. Tehát nagyon ritkán előfordul az, hogy rosszul becsülik meg az oltóanyag összetételét, és pont nem az a törzs okozza, mint ami az oltóanyagban van, de idén szerencsére ez nem így van. Én azért megvédeném a magyar szúnyogokat, tehát kicsit olyan, nem is tudom, mert becsmérően nyilatkoztál róluk, de láttam múltkor egy filmben, hogy a borostyán ráfolyik, és még több millió évvel később dinoszauruszt is lehet belőle csinálni. Hát ahhoz képest a Zika vírus. Figyelj, ahhoz képest a Zika vírus reprodukálja, ráadásul egy olyan tavalyi influenza injekcióval, ami nem is sikerült olyan jól, bevallásod szerint, szerintem ebből bármi lehet. Abszolút, de ne féljetek, nem fog kipusztulni az emberiség a szúnyog. Igen, vagy nem ettől fog kipusztulni. De nem ettől, eléggé pusztítja magát a magyar ember mindenféle káros dologgal, nem pont a szúnyogoktól kell félni. Vagy akár egyszer beszéltünk veled eddig. Az olimpiával van a gond. Persze, ezért igen. Fél, hogy úristen, oda megyek és megbetegszem. Aggódnak a nagy befektetők. Így van, dolgot helyre kell tenni, de én azt hiszem, hogy augusztusra egy darab szúnyog nem lesz a környéken. A lényeg az, hogy chemtrail-lel kell bejuttatni. Ezt csütörtöktől toljuk. Nem, jó? Szerintem ez is ragad, mint az Zika vírus, Balázs asztala. Tehát ide ültem, és már chemtrailezem. Ja. Köszönjük szépen, akkor az a lényeg, hogy nem kell pánikba esni, ha csak nem vagyunk terhes kismamák. Az meg itt hármunk közül nem fog előfordulni. Érdekes egyébként, hogy mindig ez a kicsengése, bármikor beszélgetünk a Jánossal, mindig ez a kicsengése, hogy nem kell semmitől félni, és nem kell pánikba esni. Nekem megvan a te telefonszámod, van egy bakfis lányunk, aki most növekszik, van vele néha gond, probléma, elég nehezen viseljük. Időnként felhívhatlak, hogy megnyugtassál minket, János, mert semmi baj nincs. Nagyon szépen Dr. Szlávik János főorvos, köszönjük szépen, szevasz. Hello, hello. Látjátok, így kell csinálni. Olyannal még nem tudtuk hívni egyébként Szlávik urat, amire azt mondta volna, hogy hát van benne valami. De tényleg, olyan, nem tudsz, nem tudom, a lépfene, a fekete himlő, bármi, minden azt mondja, hogy úgy van a telefonregiszterünkben a neve, hogy Dr. Bagatel. Már veszélyes szintű optimizmus, ugye? Tehát, hogy ugye nem az a típus orvos, aki, hogyha odamész hozzá egy dagadt térdel, belerúg a másikba, és ugyanakkor legyen, és nincs különbség. Nem, ugye? Semmi ilyesmi. Az is gyanús, nem? Tehát, hogy nincs itt semmi gond, tehát... Leesett a fejed, de majd kinő. 8 perc múlva lesz, 8 óra már is meghallgatjuk, hogy mit mond Dóra. Visszafelé beszélünk. Ülész hevélet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyel a nime. Aki válaszol. Hello, avékogy a vlorkolnosz. Köszönjük szépen. Elég a keresztnév. Avé az Éva. Éva, és mi volt a többi, amit mondtál? Éva vagyok Szolnokról. Jaj! Már ő visszafele beszél. Az igazi profi. Szia. Dombi, ismered ezt a játékot? Azt hiszem, hogy visszafelé kell valamit Dóri csinálni. Biztos, hogy ismered. Dórit biztos, hogy ismered, mert párat, ő ugye a Gáttalentnek az egyik felfedezetje, mondjuk így. Na most az van, hogy Éva, van neked országot, híres embered, közmondásod, tárgyad, mert ugye kedd van, és akkor még ilyen sokkal lehet választani. Melyiket? Hát igazándiból szeretem a kívást, és annyira röhögök, amikor azt mondják, hogy így izgulunk, úgy izgulunk, és most tényleg izgulok, úgyhogy inkább a tárgyat kérnem. Azt mondja, hogy tárgy. Jó, nem lesz rövid tárgy. Jó. Ja. Oké, akkor megmutatjuk. Figyelj, indul a 30 másodperc, ennyi időd van arra, hogy kitaláld, mi lehet ez a tárgy. Tessék. A tamotó üllezeggyel. Üllezeggyel.
Mit mondott a finn kislány? Egy-egy. Nem egy-egy, van benne egy, még egyszer megmutatjuk, figyelj. Automata, ül az egy-egy. Automata. Ja, az a vége, és mi? Jegy van az elejében. Jegykedő automata. Ez a! Na, nehéz, nem az marra nehéz, főleg úgy, hogy telefonon keresztül igen, hallgatod, igaz, és mondjuk egy ilyen automatát még, magát az automatát is nehéz kezelni, nem úgy még kitalálni visszafelé a nevét. Éva, a lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag, semmit nem is vettünk ki belőle, mert fél perc alatt és két hallás után sikerült ezt kitalálni. Itt a Jani segített még, vagy hát nem tudom, hogy mennyire akadályozott-e, de próbálta, legalább van, próbálta. Van. Köszönöm szépen a nyakba akasztott, hogy nyilván ki fogok majd venni a csomagból. Meg meg ne próbál. Honnan hívtál bennünket, Éva, azt figyelj? Szolnokról. Jó. Az Éva Szolnokról bemutatkozásba némileg belekódolta ezt. Benne volt, igen? Hogy Szolnok. De rohadt, végre szúrat egyet rajtam. Ugyan már, nem. Nem, a magyar szúnyog nem szúr, meghallottuk a doktor úrtól. Vagy nem úgy szúr. Jó, máshogy szúr. Igen. Okay. Akkor vagy úgy is kellene volna beköszönöm, hogy kocsvesz, azt elfelejtettem. Szerintünk is. Így van. Ugyan, hajrá, köszönjük szépen, hogy játszottál velünk, és gratulálunk még egyszer a csomaghoz. Szia, szép napot. Vigyázz magadnak. Szia, hello, hello. Jó reggelt, fiúk, a kis sárkányokkal mi újság, kérdezi Zsuzsi. Hát a kis sárkányok, az némiképp túlzás, mert hogy egy darab kis sárkányunk van, úgy tűnik. Francot, három. Igen, de a kettő az nem mozog, az alján van és lebeg. Ja, jó, van. Jó, volt egy projektünk, te ezt nem tudod, egy sárkány tojásból sárkányokat kertettünk ki, és a hétvégén Zsül kolléga örömteli e-mailben értesítette az összes kollégáját arról, hogy mindannyian apák lettünk, vagy anyák, nem tudjuk sárkányéknál mi van, mi a divatos, hogy megszülettek. Ki kell? Nagyon, nagyon óvatosan kérdezek rá, hogy tehát sárkány alatt mit értetek? Hát a sárkány titulus vagy a sárkány név azért került rá a dobozra, hogy eladhatóbb legyen. Termék. Úgy néz ki. Valójában csirke? De valójában... Nem, disznó. Valójában ezek ilyen kis rákocskák, igen. Ilyen nagyon apró, pici kis rákocskák, amik tojás formájában nagyon-nagyon sokáig életben tudnak maradni, és ki lehet őket keltetni. Én találkoztam sárkányokkal, én voltam Komodó szigetén, a komodói sárkányok jöttek szembe, nagyon durva. Nagyon ijesztő. Na, ez majdnem ugyanolyan, csak kisebb. Tudod? Tehát elfér a hűtőnk tetején. És van, a következő órában mesélhetsz a komodói utadról, 4 perc múlva lesz 8. Jó. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. 9 perccel múlt el 8 óra. Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt! Ezt akartam mondani. Köszönjük. Jó reggelt! Viszonylag, én éjszakai ember vagyok, és nekem ez tényleg érdekes most. Na most azért te csinálsz egy másik rádiós reggeli műsort, nem? Az megy még? Nem, sajnos az a szép maga az emlékű. Egész. Igen, sajnos. Az egész rádió? Sírva szállt az egész rádió, ja, igen. De igen. Te voltál, aki ásta a sírt, vagy te csak löktél rajtuk egyet? Nem, a tulajdonosa, aki hát a bevételeket nem a rádióra, hanem saját célra fordította. Azért teszel bele pénzt valamibe, tehát ez egy üzleti vállalkozás, ezt ne felejtsük el, tehát beteszed a pénzt, megcsinálod, építesz stúdiót. Jó, de ő azelőtt kivette, is. Hogy megfiat volna. Tehát ese példa nélküli a magyar rádiózás történelméből. Meg az is fura, igen, hogy már az energiát is kiveszed, tehát ez max. Egy-két mulat hozzánéztek, fordulhat elő. Na az a lényeg, hogy a műsor jött egyébként föl, ugye 3 kereskedelmi rádió volt abban a városban. És először 5-en hallgatták, aztán 10. Igen, ez nagyon szép, de hát gondolj bele, hát hatványozódik, ez zseniális. Ez dupla. 1000 év, és összejön egy komolyabb hallgatottság. Milyen jól néz ki papíron. Tök buli volt, tök jó lett volna, de sajnos ez sírba szállt. Nem baj, majd azóta sem kaptam, azóta sem kaptam rádiós megkeresést, nem tudom. De hogy nem itt ülsz nálunk. Egy állandót. Hát azt nem jöhet volna kérni. De aranyosak vagy. Nem, tényleg szerettem, jó buli volt, de sajnos az most nincs. Van helyette más. Még lehet. Ez egy gyönyörű szép része volt az is az életemnek. Mondjuk én nekem csak heti egy ilyen bejelentkezésem volt, de azt szerettük nagyon. Voltak állandó rovatok, tehát én imádtam, nagyon tetszett. Azt szerkesztetted is, vagy csak műsort vezettem? Egy szegmest. Ketten vezettük a műsort, Ladonicki Dani kollégámmal, és akkor volt nekem benne állandó rovatom. Közösen szerkesztettük. Az volt a péntek délelőtti Dani Dombi, ez volt a dupla D. De D-D. Szerettük, DD volt. Jaj.
Hát Istenem, jó elcseszted a kedvünket ezzel, a szomorú szörű. Hát te kérdezted, hazudnom kellett volna. Igen, remekül megy a rádió. Az eses időben egy ilyen tragikus történet. Nem mindegy. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet az európai évfája szavazással, ami lezárult. Tegnap lezárult ez a szavazás, és legnagyobb megdöbbenésemre azt mondja, hogy április 20-án lesz az eredményhirdetés, és addig nem tudjuk meg, hogy ki nyerte a versenyt. Szóval ezt azért magyarán, én eddig nagyon lelkesen toltam a Bátaszki Molyhosnőnek az ügyét, nagyon szerettem volna, szerintem sokakkal egyetemben, hogy egy magyarországi településnek a fája nyerje meg ezt a bizonyos versenyt, és lehessen 2016-ban az európai év fája, de hogy április 20-án lesz Brüsszelben a díjátadó, és addig semmilyen információt nem kapunk arról, hogy sikerült, nem sikerült, lenyomtuk a cseheket, vagy nem nyomtuk le a cseheket, azért az egy vicc. Meg kéne próbálni a magyar módszert, tehát vagy kutassuk ki, hogy ki lehet a bizottságba. De hát egy ilyen fabiztos mivel lehet megkenni? De nincs fabiztos, ez, mert ez internetes szavazás, érted? Akkor marad a hekkelés. Tehát, hogy amennyi szavazat bejön, ő fogja meg. El tudod képzelni ezt a szalag címet, hogy meghekkelték az évfája döntőjének szerverét. Nem, sajnos ilyesmi nem nagyon szeretnénk belekeveredni mostanában, meg aztán pláne nem. Tehát nem akarunk egy olyan címlap, hogy Dombóvári István ötletéből kiindulva a Morning Show meghekkelte egy nemzetközi internetes portált szavazását. Ne legyen érdekes, csak a saját nevemben nyilatkozni. Saját nevemben, meg hogy is mondjam, azért ez nemes ügy, tehát hogy eddig ne kelljen várnunk. Uh-huh. Tehát a hackerek annyi rossz dolgot csinálnak, és gondolj bele, hogy most félreteszi a mit tudom, hogy valakit megkárosít, és átutalgat számlaszámokat, és megnézi nekünk, hogy áll a bátorszéki. Szerintem egyébként a bátorszéki polgármester az valamit tud erről az egész sztoriról, mert általában ez úgy szokott lenni, hogy szerintem egy díjátadó előtt mindig azért kérdeztenek egy-két olyan információt, már lehet következni, tudod, ez a gyere holnap smokingba kategória. Hogy egy picit már lehet érezni, hogy tietek a díj, szerintem meg kellene környékeznünk egy kicsit a bátaszéki polgármestert, hát ha ő már tud valamit, kapott egy kis mélt. Jó, mondjuk egyszerűen voltunk így ezzel, amit a Jani mond, hogy gyere smokingba, elhívtak bennünket Sopronba, így a reggeli morning show-t, hogy nagy kacsintása? Aha. Srácok, nagyon ott kell lennetek. Így van. Így olyat kaptunk, hogy alig bírtuk hazavinni. Ott semmi, ültünk, smoking ott ültünk, az volt a smoking, ott ültünk. Gyertek szépen. El. Miért? Tudjátok ti azt, érted? Hogy többen legyünk. Igen. Ezt így beadták, és ti bevettétek? Ezt mind a elmentünk, és ott ültünk hárman, és vártuk, és tudod, ez amikor várod a pillanatot, és amikor nem a te nevedet mondják ki, pedig már, tudod, már támasztod és úgy indulsz, a székben a karfáját, már meg. És úgy indulsz, mint Zoolander, ugye? Igen, aki akkor is felszaladt, amikor mondták, hogy Hansel. Igen. Fogtuk hárman egymás kezét, hogy fölrohanunk, érted, megöleljük a műsorvezetőt, Hajós Andris, azt hiszem ő volt, ugye, és hogy milyen boldogok, és az így. Év reggeli rádiós... És tudod, kimondják, és elkezdesz gondolkodni rajta, hogy vagy rosszul hallottam, de ugye a mi nevünket mondták, mint amikor a Spongyabob a kockanadrágban, amikor Spongyabob lesz az év dolgozója, vagy szeretne lenni az év dolgozója a Rozsdás Rákollóba, és Tunyacsápnak a nevét mondják ki, de Spongyabob felugrik, és azért, igen, igen, ez az! De nem ő nyert. Na, körülbelül így voltunk ezzel. És titeket lenyomott valaki most? Lenyomott. Hát ez még régen volt. Nagyon régen. Valamelyik havernak adtak egy díjat, ez sem újdonság. Volt már ilyen. Á, nem, ez nem fordult elő. Egy ilyen országban, ahol a szúnyogok is abszolút annyira barátiak, hogy képtelenek arra, hogy vírus terjesztenek. Nem, de vagy legalábbis azt, amiről mi beszéltünk. Van viszont egy másik témánk. Mostában több repülőgépes incidensről lehet olvasni. Részeg legénybúcsúzók miatt kényszerleszállás hajtott végre egy repülőgép. Uh-huh. Ezt néhány héttel ezelőtt olvastuk ezt a dolgot. Ebben nincs meglepő. Egyébként ő magában abban van némi meglepetés, hogy Gerard Depardieu-nek semmi köze az esethez. Hogy ő nem volt ott. Igen, hogy nem. Nem, ő nem részegezni szokott. Nem. Azt mondják, hogy egy igazi francia az nem keresi a WC-t, hanem kijelöli. És itt is az van a nagyobb lábszerető kihasználta. Megjelölt a teritoriumát. Csak az a baj, hogy ez nem egy Air France járat volt. Depardieu biztos nem utazik fapadoson, ne hülyeskedj már. Hát nem is ott utazott, bár nem volt ilyen, azt hiszem nem első osztályon utazott. Nem. Illetve hát folyamatosan romlott. Vagy oda már nem engedték fel. Igen, tehát és hát volt, ugye ez véletlen volt, tehát tudjuk, hogy ezt nem csinálta, nem egyszerűen csak mellé ment, mert ugye egy üvegbe próbálta meg
eltávolítani a holyagjából a felesleges. És az a durva, hogy ugye nagyobb darab embereknek, ugye nekem eleve másfél ülés kell, meg venni kell felára nagyobb lábteret. Te nekem kettő. Uh-huh. Nagyobb lábteret, és hogyha az a baj, hogy nagyon zsúfolt a gép, akkor drukkolnod kell a bejárás pillanatáig, a felszállás pillanatáig, hogy a lábtér tényleg ugyanoda szóljon, ahova az ülésed, mert azért rohadtul nem mindegy. Hogy a lábadat egyáltalán. Figyelj, ha az volt szabad, a lábtér az korlátozott. Na, ebben az esetben a 6 férfit szedtek le a német rendőrök a gépről, a társaság másik 6 tagja, ők valószínűleg kevéssé voltak ittasak, vagy nem tudom, ez hogy dől el, hogy ti hatan leszálltok, ti hatan meg nem. A repülő további 158 utasa, meg ez a 6 férfi folytathatta az utat Szlovákiába. Ugye azon kezdtünk el gondolkozni a Janival, hogy ilyenkor mi, van-e rá valami hivatalos papír, hogy mennyire kell berúgva lenni ahhoz, hogy leszálljon a gép. Uh-huh. Érted? Tuti van, hát valami ezrelék. Ezek szerint nincsen zéró tolerancia. Ott sem, de van. Nincs. Tehát van egy megengedett mennyiség. Tehát ránézésre ezt azért nem lehet eldönteni. Hát más kérdés, hogy a németek minek mentek Szlovákiába, az egy külön történet. Nyilván megszondáztatják őket. Illetve el tudod képzelni, hogy a Hofbräumingenből elmennek egy szlovák pisznyicába? Tehát, hogy... pénzügyileg jobb a helyzet. Amilyen Magyarországra jönnek például Angliából. Rengeteg legény. Én ezt olyan, tehát igen, nekem ez egy akkora egy talány. Ugye a magyar romkocsma, az szinte Hungarikum. Tehát az egész világ arról szól, hogy fejlesztünk, innoválunk, tehát renoválunk, építünk, itt meg megvesznek egy bérházat, egybe robbantják az emeleteket, és a romos, megvárják, amíg magától megpenészedik, és ödejönnek az angolok, oh, fantastic, marvelous, yeah, you know, és megőrülnek, és teljesen nem érdekli őket, hogy 1100 forint egy korsósör, imádják. Így van. Olyan nehéz ezt megfejteni. Mert az 1100 az neki még mindig olcsó, ami neked már drága. És valószínűleg ezért mentek Münchenből is Csehországba. Ennyi. Vagy és nem is jutott el az egész csapat, látod? Ja, na, de visszatérve az eredeti témára, azért arra lennék én alapvetően, meg arra lennénk mi kíváncsiak, hogy ha például látod, hogy kezd ittassá válni ezek is társaság, meg kezdenek dorbézolni, meg már kezdenek kivetközni magukból, szóval átvitt meg valódi értelmében egyaránt, akkor a stewardess oda megy, és akkor egy 6 fős részeg férfi társaságot hogy tesz helyre? Mindenkit így egyenként elnézésször, és lesokkolozza őket, vagy hogy? Nem lehet, mindegyiket nem lehet. Sőt, hát az aranyos 40-50 kilójával, mert a stewardessek vékony, nagyon szép ők is. Így van, jellemzően. Hát most képzeld el, mi ketten vagyunk ott berúgva a nettó 100 és egyéb kilóinkkal. Uh-huh. Na? Hát sőt, ráadásul engem még a kis fityulája fel is izgat. Ja, de még veszélyesebb vagy. Itt van velünk a volánban Pető György, akit már sokszor hívtunk, ilyen esetekben, amikor hát gyakorlatilag mi a földön ragadtak, nem tudjuk, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen társasággal. Szevasz Gyuri, jó reggel! Sziasztok, nem lehetne az, hogy legyen ilyen saját repülős rovat, saját szignálat. De már gondolkozunk rajta, jó, és reggelt. Akkor heti egyszer bejelentkezel, elmondasz valami izgalmas. Én azt sem bánnám, a saját repülőm lenne, és akkor te lehet rovat. Uh-huh. Még Gyuri van már neked, csak még nincs nagyon meg szolványosan jelentkezel. Tehát, hogy ez a rovat ez rétezik, azért hívunk mindig téged. Okay. Picit azt éreztük benne, hogy zavarunk, nem? Dehogy is, ja, jó. Nem, csak szeretne főállású lenni. Egy heti egyet be tudunk vállalni. Na mi a verdikt ilyenkor? Mi a parancs? Tehát hol kell leszállni? Meddig mehettek el a korlátozásában az utasnak? Mi a teendő akkor, ha egy ilyen 6 fős része gondolom? Az a helyzet, hogy erre nincsen igazából semmilyen ilyen konkrét leírás, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nyilván ugye ez úgy kezdődik, hogy mondjuk ebben a konkrét esetben feltehetőleg, meg úgy általában, amikor nagyon be vannak a kedves utasok nyomva, mert egyébként sok ilyen van, aki egyrészt fél, és azért iszik, hogy ez csak azért iszik, mert hogy szeret inni. Ugye először elkezdenek kicsit jókedvűek lenni, elkezdenek agresszívek lenni, és nyilván az agresszivitás az meg az, amikor a többi utast már elkezdik zavarni, hogy a stewardess bekerül a képbe, a stewardess megpróbálja ezeket lenyugtatni. Ha a stewardess ebben, hogy mondjam, sikertelen lesz, akkor előre megy és a kapitánnyal konzultál, hogy most van itt nem tudom x utas és nagyon rosszul viselkednek. És akkor te mondod a másodpillanatnak, hogy Lajos, vedd át, hátra megyek, mert most már... Egyébként pont így van, tehát a bátrabb kapitány odaadja az első tisztnek a repülőt és hátra megy, vagy a kicsit kevésbé bátrabb az első tisztnek mondja meg, hogy szállják ki és nézzed meg. Ja, van egy nagyon veszélyes jelenség egyébként a repülésben, így az utasok által, hogyha észreveszik azt a feliratot kigyulladni, hogy all inclusive. És akkor te addig isznak, ameddig van a készleten. Én ezt saját példából tudom. Még sose láttam az ilyen táblát. Ilyet ma már nem fogsz látni, mert a repülők nagy részén még vizet se kapsz ingyen. Egyébként igaz. Na, és akkor hát nem te lesz a reklám emberi.
megnézi, hogy mi van, és akkor eldöntik, hogy ezek lenyugtathatóak, ezek a csávók, vagy nem, és ha nem, akkor nyilvánvaló előbb-utóbb le kell szállni, mert ugye ezek az utasok tudnak azért bajt csinálni. Hozzáteszem egyébként a megboldogult malév életében, például van egy elég konkrét eset, ami egy ilyen nagyon jellemző eset, hogy jött Bangkokból haza a repülőgép, és volt egy finn utas, aki nagyon berúgott, és ott elkezdett randalírozni, és le kellett fogni egyébként, és hát éppen olyan helyen repültek, ahol nem tudtak leszállni, vagy nem akartak leszállni, és akkor egyszer csak jelentkezett egy utas, hogy ő egy orvos, és ő beadna neki egy nyugtató injekciót, ennek az lett a vége, hogy az utas, ez a randalírozó, ez meg is halt. Amúgy is nehéz megállapítani, gondolj bele, hogy milyen hatványozott, tehát amikor biztos, hogy nyugodt lesz? Amikor egy finn beszél részegen, tehát aztán ott teljes kalával röpköd minden irányba. De nem lehet ilyenkor, hogy csökkenteni nyomást, vagy valami olyasmi, hogy ilyen behatás, hogy nem legyen észre mindenki. Nem nagyon érted. De mint utas tökéletesen, tehát el tud dőlni. Dombi már ült a repülőn egyszer. Hát nem, pontosabban benne. Sokat nem lehet csinálni ezekkel az emberekkel, tehát tényleg az van, hogy vagy meg lehet őket valahogy nyugtatni, vagy meg lehet velük beszélni, hogy kicsit viselkedjenek jobban, és nyilván, hogyha ezek nem jönnek össze, akkor így nem nagyon marad más hátra, mint hogy át kell őket adni a repülőtéri hatóságoknak. Na jó, csak hogy ahhoz nagy vissza kell fordulni, vagy le kell szállni a legközelebbi repülőtér, stb. Milyen kényszerítő intézkedésekre van lehetőséged, hogy van mondjuk bent a pilota fülkében egy ilyen szolgálati vipera, vagy leakasztasz egy tűzoltó készüléket, és azzal mész hátra, és hát egyengeted az arcát. A pilota fülkében van többnyire mindig egy ilyen kicsi balta. Ilyen jól hangzik, mint a pofonok földjébe, a baltásoknak. Megmondom ezt, hogy az én nyomás csökkentős ötletem se volt rosszabb. Hát igen, de a balta az tényleg ott van, csak mondom, nem azért van ott, hogy az utasokat rendszabályozzuk vele, hanem vétesetre van. Szóval, hogy ezt akkor le kell szállni percre, és akkor nyilván a pilóta eldönti, hogy még nem tudom, 40 percre van a desztinációtól, és akkor azt már ki lehet bírni, vagy ha még 3 óra van hátra, akkor inkább leszállnak. És ilyenkor elképzelhető, hogy a rossz emberekre ráterhelik a kényszerleszállás költségét, vagy ez butaság? Hát nem, egyébként nem butaság, csak ugye ez egy nagyon nehéz ügy, hogy ez hogyan fogja a légitársaság megcsinálni. Nyilvánvaló, én tudom, hogy erre volt már próbálkozás ilyen esetben, ez persze nem mindig jár sikerrel, és hát nyilván ugye ez attól is függ, hogy melyik országnak a légitársaságán adja elő az embert, tehát például egy német vagy egy angol légitársaságnál ott rendkívül szigorúan veszik egyébként, de nem csak ezért száll le egy repülő, hogyha valaki rosszalkodik, tehát van olyan is, aki mondjuk dohányzik titokban. Azért nem lehet egyszerűen erre ébredni szegény utasnak, nem? Tehát végignézi a számlát, azt mondja, volt 2 sör, volt 3 bor, meg egy kényszerleszállás. Azért az áfamentesen is elég durva. Szegény házszürgen csak fogja a fejét, és soha többé nem iszik. Vagy örökre. Mondjuk már csak azért is már rendőrségen fog felébredni másnap, mert amikor egy ilyen eset után leszáll a repülő, akkor többnyire mindig a repülőtéri hatóságok átadják a kedves kuncsaftot. Hát, de nem kell feltétlenül így történnie. Nekem eddig, amit elmondtál, abból leginkább ez a baltás verzió a szimpatikus. Tehát, hogyha hátramész egy ilyen kis fejszével a kezedbe, és azt mondod, hogy én vagyok Pető György, a kapitánya, a maga meg kedves utas, üljön a kedves seggére, mert különben baj lesz. Hát szerintem biztos, hogy működne. Vagy lehet, hogy nem is kellene semmit mondani, csak felé tornyosul, vagy fölé tornyosulni, és meglengetni egy picit azt a kis fejszécskét. És már működne. Vagy annyit mondani neki, hogy gondolja végig, amíg itt vagyok magával, addig senki nem vezeti a gépet. Ez is jó. Jó lenne, ha igen, minél előbb végezzük, mert nem vezeti ebben a pillanatban senki, csak a robotpilóta vírusos lett, igen. Olyan volt már, hogy pánik miatt kellett leszállni géppel? Tehát volt olyan utas, aki annyira bepánikolt odafönn, hogy muszáj volt letenni a gépet, vagy arra van gyógyszer, vagy nem tudom, az... Hát a balta. Igen, a tompábbik vége. Azért jellemzően azok az utasok, akik ennyire félnek a repüléstől, és mondjuk ennyire kezelhetes állapotba kerülnek, azok nem repülnek, vagy ők ezt tudják magukról. Természetesen vannak olyan utasok, akik rendkívüli módon félnek. Még 2001 előtt egyébként, amikor még szabad volt a pilótafülkébe behívni utas, nekünk volt is egy fiatal, egy nagyon csinos hölgy, aki mondták azt jó átesznek, hogy rendkívül fél és sír, és hogy bejön a pilótafülkébe. Pető György vagyok, a kapitány, kezét csókolom. Ha gondolja, megnyugtat. Majdnem így volt. Valahogy sejtettem, hogy nem egy reumás néni akarta megnézni, hogy hol a botkormány. És azt a poént találtuk ki, mert gondoltuk, hogy egy kis hogyan humorral megpróbáljuk megnyugtatni, hogy amikor bejött a hölgy a pilóta fülkébe, akkor én szóltam egyik a másik pilótának, hogy mondta, hogy figyelj, ez a műszer a te oldaladon, az micsoda? Mire mondta, hogy én nem tudom, én sem láttam még a soha.
És ezen úgy megrémült a lány, hogy az azonnal abban maradt a sírás, és akkor onnantól kezdve kicsit el lehetett lazítani. Hát nem lehetett szűnt meg ez a bejárás, igen. Igen. De hogy vannak utasok persze, akik félnek, de hát ez hál' Istennek kevés van, és aki még nagyon fél, azoknak külföldön létezik ilyen tréning, ahol megpróbálják meggyőzni arról, hogy ez egy tök biztonságos dolog. Van ilyen tréning? De és akkor mit csinálnak vele? De szimulátorba, vagy egy szobába? Hát szimulátorban is van, szobában többnyire kettő napból szokott ez állni, van benne szimulátor, ahol megmutatják, hogy a repülőhoz, hogy repülnek, milyen a pilóta fülképe. Kapaszkodjon, jön a 4G! De az mekkora, hallott, hogy egy 4 napos útból 2 nap szimulátor? De például, várjatok, ha kígyófóbiám van, nekem ugye az van, akkor azt úgy szokták kezelni, hogy először bevisznek egy szobába, aminek a távoli sarkában egy terráriumban van egy kis kígyó. Aztán kicsit közelebb mész, nagyobb kígyó, és itt meg úgy működik, hogy először fölvisznek 10 méterre, vagy hogy? Nem. Hát ugye először az van, hogy megpróbálják elmagyarázni neki, hogy a repülés hogy működik. Uh-huh. Ugye nagyon sok ember azért fél, mert nem is érti, hogy ez a maga repülő az mitől maradt fent a levegőben, meg hogy működik ez az egész, meg mit csinál, mondjuk a pilótát az zárt ajtó mögött, az is egy fontos dolog. Én azt sem tudom, miért világít a lámpa. De azt használom. Jó, Dombi, veled nehéz. Na, de mi? Hát az aerodinamikát az valamennyire mindannyian tudjuk, nem? Tehát nem, a felhajtó az erő... kezdik. Lajdorosz és sikorosz. Igen. Az a busz, azt adjuk. Na mindegy, szóval az a helyzet, hogy megpróbálják meggyógyítani az embert ebből a félelméből, többnyire ez egyébként pszichológus kell, mert a pszichológusok értik azt, hogy valakinek az agya az miért úgy funkcionál, és aztán van, akinél ez sikerül, van, akinél nem, és hát persze sokan vannak, akik tisztában vannak azzal, hogy ők ezt nem nagyon szeretik ezt a repülést, meg félnek is tőle nagyon, azok többnyire nem jutnak el mondjuk soha Amerikába, mert hogy repülővel csak... Há, vagy hajóval mondjuk, csak hosszabb. Hát hosszú, igen, hosszabb. És olyan volt már, hogy részek pilóta miatt nem szállt föl a gép? Hát az a helyzet, hogy volt. Tehát, hogy... Megtört hangon, az a helyzet, hát megmondom volt. Őszintén, igen, születésnapra jött. Egyrészt a pilóták szoktak inni, már aki. Nyilván nem. Hát nem. Főleg a Denzel Washington. Másrészt pedig ugye itt az történik, hogy rendszeresen van szúrópróbaszerű a szondáztatás felszállás előtt. Uh-huh. És hát bizony egyébként már volt sokszor, talán úgy tudom, hogy Magyarországon nem, de külföldön, itt Nyugat-Európában volt többször olyan, ahol az utasok észrevették, hogy a pilóta egyszer csak szomorúan lesétált a repülőgépről még felszállás előtt. Vagy a csomagtéren keresztül közelítette meg a pilóta fölkét, és ilyenkor, az gyalus van. Ilyenkor valamelyik rangidős utasnak kell felszállni, vagy mi történik? Persze, behívják, és mondják, hogy van kedve, akkor vezesse. Igen, valaki, aki ért hozzá, az legyen kedves. Az rossz buli lehet, nem? Amikor látod így ballagni lefele szomorúan a lufikkal a kezébe, üres pesgős üveggel szegény pilótát. Még egy 15 évvel ezelőtt egyébként az egyik nagy európai légitársának, meg a nevét nem mondjuk ki, de franciául beszélnek. Engedélyezve volt a pilótáknak a hosszú távú járatokon, hogy a vacsorájukhoz egy kis 2 deci vörös bort megihatta. Ez már nincs egyébként, de hogy ez az alkoholhoz való hozzáállás is nyilván szigorodott az utóbbi években. Ajjaj, hát mi is szigorítunk rajta, igen. Na jól van, köszönjük szépen, akkor az állandó rovatot még nem ígérjük meg, de már jó úton jársz. Nagyon várom, tényleg. Jó, kiértesítünk, és akkor közös szignál írás lesz majd, jó? Köszönjük szépen, hogy jönnek. Köszönjük szépen. Na gyerekek, hát akkor így működik most már, akkor ezt is. Nagyon jó, és mennyivel olcsóbb egyébként egy balta, mint egy légimarsal, nem? Simán. Meg a kényszerleszállás is valahol buli. Csak aztán ugyanúgy hazamész, és be van fizetve minden. Biztosan erre van protokoll, azt még megkérdeztem, mondjuk az nem az ő asztala, hogy mi történik ilyenkor az utasokkal, mert ugye kell egy új gép, vagy lehet, hogy kell egy új pilóta. Gondolom ez nem egy pikpak, tehát nincsen egy tartalékpilóta. Amikor... Hogyha leszállsz, hogyha részegen leszállítják a pilótát. Igen, vagy a pilótát, vagy az utasok miatt vissza kell fordulni, azért ez valami óriási macera lehet. Én nem olyan sokat repültem még, de egyetlen egyszer se volt olyan, hogy ne indult volna a járat, és el tudom képzelni, milyen, amikor egy fél napig ott vannak a terminálba. Nem is beszélve, hogy a Tom Hanksről, aki ott töltött egy évet. Szörnyű lehetett neked, 1 óra is elég volt. Pontosan 8:30 van, jövünk vissza a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 4 perc múlva 3:49, jó reggelt, szevasztok, János, Ferenc és Dombi, illetve bocsánat, Dombi, János és Ferenc, tehát így helyes a sorrend. Jó reggelt, ne ajd, aranyosak vagytok tényleg. Hát de tényleg, csak figyelj, Feri. Nem is ABC sorrend. Hogy János, Ferenc és István. Így van, legyen és fenn a Jani legyen. Volt, aki furt téged, hogy mégse gyere, de hát mindegy. Jó, hát ezek szerint. Csak azért, tényleg? Hogy aranyosak vagyunk. Nem, nem. De a Geszti nem tudott sajnos még egyszer eljön. De volt múlt héten. Nem, meg ő szerintem amennyit tud beszélni, azt már elmondtam. Hát el, pár nagyon aranyos a Geszti.
nálatok is csinálta azt, hogy igazából a saját dalszövegeiből idéz? Azt nálatok csinálta? Persze, én mondtam is neki. De az zseniális, oda jött hozzám, és azt mondja, Dombikám, erre azt mondanám, hogy ugyanaz a nő lesz gyermekeid, anyja, ki anyósod, lánya, jeljön a napja, tehát valamelyik Repülők dalból idéz. Így van, egy saját szövegén is mondtam neki, hogy az a legnagyobb, hiszen a legnagyobbtól választasz. Hihetetlen, fantasztikus. Nem, hát... M3 az M0-ástól elesett, Karin írta, 26-os Putnok belterületén az iskolánál trafi, ezt Csigától kaptuk, rendőri ellenőrzés Jászkara Jenőn a temetőnél, üdv az ősöknek Tószegre, a Zaporozsecesz, ő ezt én mindjárt... vagyok Jászkara Jenői, tehát ez de szerintem... De hülyéskedtélek? Hát, vállalom, igen, tehát ez valami, igen, valami belső info lehet. Vállalom. Rendőri ellenőrzés van nálunk, Jézusom, akkor szerint lehet őrs. Tudsz-e valamit a Jászkara Jenői temetőről, amit eddig nem tudott az ország? Hát, holtak. Aha, nem ne tudok, nem tudok semmiatt. A Jászkara Jenői temetőben történt egy nagyon fura baleset. 7 éves koromban kigyulladt a fejemen a sapka. Öngyulladás? Mindszentekkor nem teljesen, a láng gyújtotta meg, nem magától. Tehát, amikor meggyújtjuk a gyertyát, ja, a bojt megjulladt. Hogy Isten nevét hiába szádra vetted, és egy villámcsapás. Képzeljétek el, igen, szembeálló néni így nézett nagyon furcsán ránk, és azt mondja anyámnak, hogy ég a gyerek feje. De nem volt benne pánik, ugye? Ez a kis Pista. Nem. Nem volt pánik, csak így jelezte, hogy... Mi édesanyjának a keresztneve? Tessék? Édesanyjának a keresztneve? Ilona. Ilona, és akkor mondta, hogy Icukám a Pistikének, én nem tudom, de most szinte mintha lángolna volna a feje ott. Igen, és anyukám mondta ezt, hogy ez mindig ilyen, és tényleg égett a fejemben a sapka. Mindig ilyen. A sapka a mai napig is megvan, tehát egy nagy lyuk van a közepén. Na, tehát vigyázzatok, kedves Jászkara Jenő honfitársaim, mert van szerint figyelnek. Jászkara Jenő, vagy pedig csak körzeti megbízott, vagy átjár a szomszéd faluból. Van saját rendőrőrsünk előtte. Mókus ős volt az abból. Most pedig rendőrőrs. Van, tudja, vigyázunk nagyon. Van rendőrünk, polgárőrünk. Ó, köztisztelen. Le vagyunk kamerázva. Minden bizonnyal. Uh-huh. Én úgy hallottam. Hogy szokták ezt mondani, hogy tisztességben is egyéb módon megőszült. Igen, hát ahogy sikerült. Még egy fontos SMS, tegnap ugye a szökőnap volt, illetve tudjuk, hogy 24-e a szökő, de hogy egy olyan nap volt, ami 4 évente van, ugye 29-e, és van egy ide vonatkozó ír szokás, ugyanis Írországban ezen a napon 4 évente egyszer a nők kérhetik meg a férfiak kezét. Tehát hogy nem, milyen célból? Olyan célból, hogy elvegyék őket férjül. Tehát nem feleség, lánykérés van, hanem fiúkérés. És ezzel ők élnek? Ezzel élnek, uh-huh. De nem csak ők éltek, népek. Hanem mi is éltünk vele tegnap, és lehetőséget adtunk, és volt egy hallgatónk, Zita, aki megkérte volna a párja kezét, viszont Marcia nem vette föl. És azt kértem tőle, hogy írja már meg, hogy mi lett a fiúkérés. Kértétek, hogy írjak, mikor párom Marcel hazaért, mi történt. Nagyon sajnálja, hogy nem tudta felvenni a telót, mert szívesen beszélt volna veletek, és mondott volna igen. Oh. 4-szer is meghallgatta a műsor azon részét, kárpótlásul elvitt vacsizni, nagyon aranyos voltam, úgy azt mondta, jó lenne beszélni veletek a tegnapról, puszi nektek, Zita. Na bocsáss, hogy jó értem, hogy a hölgy mondja, hogy mit mondott volna a fiú? Uh-huh. Igen, de igen. Ez, mert Zita megkérte volna a kezét, és ezt ugye újra hallgatták, és azt mondta Marcel, hogy igen, neked adom a kezed rá. Leírjuk, Zita. És elküldjük e-mailbe, hogyha nem tiszta. Hát így könnyű, ha akkor nem vette föl. Ez már ilyen szép mentés. Veled mindig ilyen bonyolult? Velem a legegyszerűbb a világon, gyerekek. Igen. De tök jó. Ide-oda szurkál. Ezt tényleg, igen. Ha már ilyen szurkálásról beszélgetünk. Ott a hűtő, ott a Budipista, ezt meg is vagy. Tökéletes. Figyelj, ez nekem a Kánaán. WC-ben egymennyi. Volt egy nagyon pici képzelet, volt egy olyan Dumaszínász helyszínünk múlt héten, hogy annyira közel volt a WC a színpadhoz, hogy ha lehúztad, az is része lett a műsornak. Zseni. Beszólt. Konkrétan, és hogyha valaki ott csinált valamit, akkor a közönség azon is röhögött, és tök jó, mert figyelj, beintegráltam a műsorba, ami kint történt, nem tudok mit csinálni. Mondtad, hogy melyik kolléga van most kint? Igen, igen, természetesen. És kicsi vagy nagy. Persze, ugye? Figyelj, hát erre kicsit várni kell, egyes projekt, kettes projekt, le tudjuk lőni. De van de... még 5 percem, mert a következő föllépő most megy. De ha meglebegtetjük a függönyt, szerintem ők maguk is kitalálják. Mi volt a leglepattantabb hely, ahol felléptél? Lehet hallani mindig ilyen itt a ifaplatóról, meg itt a zöldséges gyümölcsös látagból összetolt színpadról, meg stb. Mi volt a leglepattantabb? Hú, hát az erős a mezőny. Van, hát valamikor nincs meg a 4 fal se, csak 3. Tehát azért van, amikor volt olyan... Azt úgy hívják, hogy színpad, mert az elején nyitott, tudod? Jaj, de aranyos. Hát, ha nem, ugye? És pontosan képzeld, nem tudom, honnan vetted a hasonlatot, vagy csak hasonlítottél, de volt egy olyan kamionos cég, ahol egy kamionból volt színpad csinálva, és Kassa Tibivel léptünk ott fel. Tehát még egy súlyos bizonyos tényező. És képzeld el, tehát egy kamionnak volt megcsinálva a raktere színpadnak. Zseniális.
nem voltak az olyan durván lepattant helyek, tehát azért gondolj bele, hogy... Hát persze, ekkora művész már nem lehet akárhova hívni. Jaj, persze, csak nekem akkora öltöző kell, hogy el tudjak férni lapjára. Nem, nagyon egyszerű, tehát tényleg technikailag, jó, valaki szerint művészetileg is, de technikailag tényleg az egyik legigénytelenebb dolog ez. Nekünk egy működő mikrofon kell, ami egy hangszoróba végződik. És azt azért általában tudják produkálni. És cateringet kértek? Tehát van ilyen, hogy 8 szendvics, 2 hideg sör. Nekem nagyon komoly riderem van, tehát van benne egy savas víz, egy mentes víz, meg egy valami olyan kóla, ami cukormentes. Meg egy csomag mogyoró. Ne hülye. Egy baráti catering. Hát igen, baráti catering. És azért van a mentes víz, meg a savas, hogy mihez van kedved? Hogy mennyire vagy bátor? Van, amikor összeöntöm. Tudod, azt szokták mondani, hogy ti is tudjátok, tehát a mikrofonos embernek ugye az kihívás, hogy jön-e a bifi vagy nem, és akkor tehát meg tudod-e tartani. Azért az mindig nagy kihívás. Van egy steng benne. Mire gondoltál ezzel a szurkálódással? Hogy nyilván a te szakmádban, vagy a ti szakmátokban azért van egy ilyen kicsit bántó vonal, amiről ma már beszéltünk. Illetve hogy a nagyon bántó. Igen, meg a nagyon bántó, de hogy nem feltétlenül úgy kell azt mindig érteni, de biztos vannak, akik megsértődnek, akik megharagszanak rátok. Nem akar ez direkt bántó lenni, de tényleg mindig van, aki megsértődik. Nem akar, de így sikerül. Nem, hát nem ez. Most van valaki pont, akivel nem vagytok jóban, vagy nem vagy jóban. Nem volt azért akkora nagy brusztolás. Utoljára Polgári nevén Házi Buli Attilával volt egy kis... A legendával? Hát igen. De mit vesztetek össze vele? Nem is igazi összeveszés volt ez. Azt róla, hogy tud énekelni, vagy mi volt? Ilyet sose állítani. Nem, az ilyen messzire nem megyek. Tehát tényleg, sem bajom nincs vele, nem is találkoztam vele. Bellus István barátomnak van egy ilyen internetes sorozata a kis oldalán. A kívánság kosár ugye megszűnt. Aha. A köztévén, és ő csinált egy kívánság szatyor nevű. Azt ti vagytok, hát pontosabban én ezt ismerem. Én a társproducer vagyok, tehát ő megtisztelt engem ezzel, én intézem a sajtókommunikációt. Én azt várj, amikor bocsánat, csak egy mondat, én ezt először láttam, én döbbenten ültem a képernyő előtt, mert azt hittem, hogy valaki ezt ténylegesen meg akarja csinálni, hogy ez egy kívánság műsor lesz ma. Ez egy kívánság műsor. De az nem úgy indult azért, hogy az hallgatói, nézői kívánságokat fog. A legelső adás, mint ahogy a legelső Mónika Showkba sem maguktól mentek a szereplők. Ugye? A legelső adáshoz meg lett szerkesztve, aztán ugye ahogy kiírtuk, hogy jöhetnek a kívánságokkal, mondhatom az e-mail címet? Persze, nyugva, hiszen megszűnt a műsor. A szatyor@bellano.hu-ra, hogyha valaki írt, akkor bármilyen kívánságot teljesítette. Pisti, lejátszották, beolvastuk kinek, Marika nének, Verpelétre, stb. De hogy én nem láttam egy hangot sem belőle, bent ültök egy stúdióba, és elolvassátok az üzenetet, és akkor jöjjön most, ebbe csak a Bellus Pisti szerepel, de tulajdonképpen egy greenbe van, és mindig más a háttér. Tehát a bügből hát szokott jelentkezni. Igen, valamikor Los Angelesről, az út közepéről, tehát nyilván egy ügyes greenbe felveszi az egészet, és amit kérnek a nézők, azt lejátsszuk. Na most nyilván mindig bemondjuk, hogy ki, és egy minimálisat használunk fel bele, amennyi szabadon felhasználható, de... 12 másodperc bejátszás. Azt hiszem, hogy annyi. Nem volt sokkal és több. És ezért én amikor először láttam, nem értettem, mert abszolút, tehát egy hülye névvel egy hülye kívánság van, vagy hülye kérés a megfogalmazása, és akinek küldi az is, és így ülsz döbbenten, majd lemegy 10 másodperc a zenéből, és jön a csávó megint, és megint mond egy ilyet. És az a durva, amikor jön egy ilyen üzenet, hogy küldeném a nyírpittyeri éjszakás ponthegesztőknek, és azt hiszem, hogy ez egy megírt anyag, és tényleg, tehát ez óriási, óriási. Na és az a lényeg, hogy Attilának nem tetszett, hogy szerinte nem volt forrás megjelölés, mert de mit kellett volna megjelölni? Egy kívánság szatyor az a kívánság kosárból van? Vagy külön engedélyt kellett volna kérni az ő műsora felhasználására. Az a lényeg, hogy Attila letiltatta az egész csatornát úgy, ahogy van. Az összes videót letöröltette a YouTube hivatalból. Mi csak egy üzenetet kaptunk erről fájdalommal, és az rajongó... A jogi képviselőjétől? Nem, szerintem egy robot írt magától, YouTube országból, vagy fene tudja, hogy ez hol van. És lényeg az, hogy beindult a rajongók áradata, hogy hol a műsor, várták vissza. De nem hinnéd el, hogy a kívánságszatyort ilyen helyeken találtuk, mint kamionos fórum. Így írják egymás mellett, hogy te hogy néz ki az M3-as? Teljesen rendben van, lesz új kívánságszatyor? Így, ilyen helyeken találtuk meg. Sokan szeretik, és azt mondták, hogy eltűntek a videók, nagyon bánják, és hogyha valahol felbukkan, akkor úgy fogjuk cserélgetni, mint régen az offline pornót. És a legdurvább az egészben az, hogy némi beszélgetés, tárgyalás és tényleg kulturált megvitatásával, ugye Attilával beszéltünk írásban erről, Attila visszavonta ezt a claimet, tehát azt mondta, hogy legközelebb írjunk neki, és minden rendben lesz. Újra lesz kívánságszatyor.
kérhettek újra a szatyorkukac@belano.hu-ra, de nem is az a lényeg, hanem sajnos az eddigi adások nem voltak meg máshol, csak a YouTube-on. Ez egy nagyon nagy amatőrség, ezt ez közben beláttuk. És a legnagyobb, amire senki nem számított, maga a katarzis. Jelentkezett egy elmebeteg rajongó, aki magának letöltötte, lementette az eddigi adásokat. Úgyhogy most töltjük vissza. Tehát a kívánság szatyor nélkül most már tényleg nincs magyar internet. Kérni fogok. Várom, várom, bármit kérhettek. Fantasztikus a zenekarokat fedeztünk fel. Ilyen a bosnyák. Badon János, bosnyák... Perszent Lőrinci kisfiúnak küldenénk az ő kérésére a Totális Metal című pokolgép albumról a Bon Scott emlékére című lehet dal. Kérni. Lehet. Egy az egybe. Hát nekünk köszönhetik. Valaki a bosnyák szateliti együttes egy automárkáról megnevezett dalát kérte, lejátszottuk. És azóta már internetes oldalak. Igen. És egy egész komoly cikket szenteltek neki, szóval mondhatjuk, hogy a kívánság szatyor innentől ízlés és véleményformáló. Egyébként non-profit műsor, kizárólag szórakoztatás céljából készült, semmiképpen nem senki megbántására. Nagyon érdekes, hogy erről a, ugye ez a mulatos szakma, ez egyrészt nagyobb, mint gondolnád, másrészt nem annyira nyugis, mint gondolnád. Hát eléneklik szép, hogy lakodalom van a mi utcánkban, stb. Na az a lényeg, hogy amikor megszűnt a kívánság szatyor, és ezt mindenhol publikáltuk, hogy nem véletlen nem találjátok meg a neten, bizony vége, sajnos, mert ez történt, a mulatos szakma szinte ketté szakadt. Atya úristen. Felhívtak minket egy csomóan, nem tudom, hol szerezték meg a számokat. Mondjál neveket, hogy kik voltak az egyik oldalon, és kik a másik oldalon, csak hogy érezzük ennek a dolognak a súlyosságát. Szerencsére másik oldal nem volt, tehát senki nem mondta azt, hogy akkor jó ketté szakadt, hiszen... hát Attila és a többi. A ketté szakadás az úgy, hogy egy, akit nem érdekel, kettő, aki sajnálta, igen. Ugye? Kérlek szépen, ilyen nevek hívtak fel minket, akik támogatásáról buzítottak, mint Csokis Tibi. Bunyós Pityu. Bunyós Pityu pont nem, viszont a, viszont a Freddy Show-ból is azt mondták, hogy zseniális a műsor, és még... Mi ez a Freddy Show? Valószínűleg mulatós műsorokat készít, ezt nem tudom. Na, de az a lényeg, hogy támogattak, tehát akinek engem megdob kenyérrel, azt én megölelem, tehát azért mondom, egy teljes kérdésű kenyérre. Nagyon fontos, és utána még Balázs Pali is írt, hogy azért ő is, tehát nem mondja, hogy támogatja, de azért ő is. Tehát azt mondta, hogy nem vagyunk annyira romantikusok, mint ő. De azért oké. És tehát a hajatok se. Egy példaértékű összefogás volt így kívánság szatyorilag, és ilyenkor mindig a jó és érzés. És mi meg csak úgy élünk, hogy belak semmiben, miközben ilyen dolgok történnek. Látod? De szerencsére látod, lehet pótolni. Ezt komolyan gondoltad a pokógépes kérdés? Persze, simán. Na, akkor ezt Pistinek tolmácsolom. Megírom, és szeretném majd látni. Mindent lejátszunk. Valaki múltkor egy román autószerelők himnuszát kérte, a Motoare című dalt, és azt is lejátszottuk. Valamint az Euro Neuro című dalt. Én olyan, kérem, követelem. Az internetnek olyan bugyrai vannak, amit, hogyha nem ennek kívánság szatyor, nem tudnátok meg. Na, megőrült, tehát, hogy tényleg megnyugodtunk. Ez a reggel ugye? Már megértem. Most már csak egy dolgot tudunk tenni a kívánság kosáron túl vagy egy nagyon picikét, hogy megmutatjuk a hármasugrás zenei beugróját. Itt az a feladatunk, hogy kettő darab előadót vagy dalcímet majd valaki írjon meg nekünk, és ez megvan, akkor ő bejut a játékba, hallgassuk meg a montást. Ez a beugró a hármasugráshoz. Aha, egy megvan belőle. Aha, a közepén. Jó neked. Jó, akkor még egyszer megmutatjuk, annyira nem nehéz. No, így állunk, akkor kérünk szépen vagy két előadót, vagy két dal címet a 06 75 00 00-as telefonszámra, vagy SMS számra. Juli rovatával jövünk vissza, mert képzeld, Dombi, nekünk ilyenünk is van, már hogy Julink is van, és a Julinak van egy rovata, aki mindig valami olyasmivel lep meg bennünket, amit mi nem mernénk megtenni. Tehát ő volt eddig mesztelen jógán közülünk. Te voltál már? Nem, de mondjuk rádióban nem van bevállalós. Hát, nem itt volt, itt csak jogos. Elmesélte. Egyébként adjuk a pontot valóban. Tehát de ez full, nem... full messzele jó? Full nem messze. Azt, hogy nincs rajtam zokni, meg picit ilyenek. Meg volt lepődve, és ő volt az egyetlen hölgy. Így van. Az full. A durva, hogyha rajtunk látják, hogy meg vagyunk lepődve, az nagyon látszik. Rajta annyira nem. Vagy például ő volt, aki elment megtanulni a párja örömére a csúszkamasszást, úgyhogy ilyen, hát hogy is mondjam, sikamlós erotikus bizony, témákra is egy 50-es tanárnőtől. Ez az a happy finishes dolog? Ez hát azt nem tudtuk meg soha, hogy odáig eljutott-e. Ma valami mással készül Juli, úgyhogy vele jövünk majd, és a hármas ugrással 4 perc múlva lesz 9 óra. Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show.
4 perc múlva lesz 9:45, Ajkától Veszprém irányába szakad a hó, mindenki vezessen óvatosan, szép napot, Bence. Mi történt? Zircen 2-3 centi már a hó. Nem az volt, hogy eső? Esett. Igen. Hogy eső lesz, de nem lesz már más. Vagy fehér eső. Ne, tegnap volt valami sivatagi eső, hallottátok? Hogy igen, az autókon összes... látszott, hogy a homokot hozott meg. Érdekes volt, nem? Hogy hihetetlen, hogy a homok az át tud jönni kontinenseken keresztül. Semmi határellenőrzés, semmi biometrikus kód. Hát lehet, hogy áttört valamit ő is. Hihetetlen. Oh. Látod, lett sivatag. Ez az egyetlen jó a belvizekben is, hogy végre az alföldi gyerek is láthatja a Balatont. Nagyon fontos Jászkara Jenői hírem van. No. A rendőrök átálltak Paja Pista bótjához. Ő a polgármester. Igen. És van boltja? Igen. Aha. Jó, nem zárja ki egymást. Egy gazda bolt. Persze. Igen, és akciós más. A fűkasza, igen. Vagy gazda bolt, vagy kocsma, igen. Ezeket. Figyelj, egy hosszú utcából áll a falu, vigyázunk rá. Szeretjük. Óvjuk. Mindenki, tényleg. De te még ott laksz már, vagy majd pesti gyerek lettél? 50-50, ahogy a munka megkívánja, azt kell, hogy mondjam. Tehát szívem, lelkem oda tartozik a kis falumhoz. Mi van Jászkara Jenőn, ami neked munka? A szíve, a lelke. Tessék, ami nekem munka? Igen, azt mondtad, hogy ahogy a munka megkívánja. Tehát, amikor, ja, igen, értem. Amikor kapálni kell, akkor Jászkara Jenői, vagy amikor humorista, akkor budapesti? Nem, amikor fellépni járok, akkor a Pesten alszom. Tehát itt tartózkodom, de egyébként hát én ott lakom technikailag, meg lakcímileg is, meg mindenhol. Igen, adózási szempontból sokkal jobb. Ott vár a kutyám, és... Hát, nem, de szóval én falusi gyerek maradok, ez már, ebből már nem lehet kinőni. Uh-huh. Nem is biztos, hogy akarok. Kaptál már tőlük valami Pro Urbe díjat, vagy valamit? Vagy esetleg egy lehetőséget arra, hogy később valami közteret fognak rólad elnevezni, ilyesmi utcát? Tavaly előtt kaptam, igen, Jászkara Jenő. De jó. Elismerés érdemérmet kaptam, egy nagyon szép vázát és egy érmet. Na és egy látod, mi vagyunk ketten a falusiak, akiket már a faluja ugye díjazott. Én új kígyósért kitüntetett vagyok aranypecsét gyűrűvel. Na, tehát te meg is érdemelted. Ha meg aranyat is kaptál. Te meg is érdemelted. Én nem kaptam semmit. Igen, így mondta. És azért vagyunk mi ott Jászkara Jenőn még páran. De tehát, jó. Akik jók. És bensőséges volt az átadás, amikor átadták a díjat. Tehát senki nem volt, csak a Dombi meg a polgármester. Igen, meg a polgármester. Pista. Nem, ott volt mindenki, és még meg is tapsoltak. Tök fura. Végre egyszer úgy tapsoltak meg, hogy meg is érdemeltem. Ki a leghíresebb Jászkara Jenői? Most szerénytelenség nélkül egyszer. Édel Levi. Nem. Ő is Jászkara Jenői. A egyik csatornán volt egy ilyen valóságshow. Igen. Ő megvan. Nagyon aranyos sász, belehányt egy bőrönbe. De ha jól találtad, ő előbb kapott egyébként Jászkara Jenőért érdemrendet? Remélem. Vagy csak a kis ő is, ő is megkapja. Egyébként a... VV vagy BB vagy EMB? Ő Éden. Ja, ő csak Éden. Éden. Tehát az Éden olyan rövid szó, hogy nincs hova rövidíteni. Tehát fölösleges. Igen. Na, a leghíresebb Jászkara Jenői, sajnos ő már nem él. Ő, Dr. Lavicska Kálmán, ő volt az első ilyen tévéorvos a köztévén egy olyan 15 évvel ezelőtt, akinek a reggeli műsorba be lehetett telefonálni, és a műsor végén megválaszolta, hogy Marikám, valószínűleg ez porckopás. És szerintem ő a leghíresebb ember. Aki ott lakik, ő ismeri még mindig, és őrizzük az emlékét, sajnos már sok éve nincs köztünk. Nekem ő nagyon sokat segített, képzeljétek el, ő volt az én első mentorom. Én 7 évesen... Neked mit mondod? Ja, Pistám, nem tudunk segíteni, ez genetika. Ja, nem kinézett rá, azzal nem tudott mit csinálni. Viszont 7 évesen írtam meg az első mesémet, aminek a Pórujját Télapó volt a címe, és ő azt mondta nekem, a doktor úr, neki már akkor voltak újságíró ismerősei, akkor még nem volt ilyen, hogy minden emós blogolhat. Aha. És ő mondta, hogy írjam le szépen, és ő elviszi egy újságírónak, és megjelent az írásom a Kisdobos újságban. Ne hülyés, bizony. Megvan. Ezt a doktor úrnak köszönhetem, nincs meg sajnos. Pórul a Télapó. Csak a végét, a csattanóját, mert már nem tudjuk újraolvasni, de a sztori most annyira... Megcsinálta az... Rudolf. Na tessék, én meg nem mondhatok ilyeneket? Az a járt Pórul a Télapó. Elmúlt 9. Nem volt olyan jó. Ennyi, ezen múlott. Na most már akkor én is belendülök. Lehet. Szóval egy gonosz pingvin is volt a mesében. Nem tudom, hogy miért pingvin, és nem tudom, miért volt gonosz. Az a lényeg, hogy az ajándékokat kilopta, és csak a csomagolásokat vitte a Mikulás a gyerekeknek. Aha. És a gyerekek a rommá verték a Mikulást. Én megmutattam Bálint Ágnes írónőnek ezt az írást, aki hát joviálisan annyit mondott, nem, ebből nem lesz Futrinka utca epizód, igen. És megsimogatta a fejemet, nagyon ügyes vagy kisfiam, ezt aznap... És aznap... megjelentett a gonosz pingvin címmel. Nem, ezt hallod, megsimogatta a fejem, és mondta, hogy nagyon jó István, és szerintem aznap, vagy 100 hülye gyereknek mondta ugyanezt, és mondta, hogy írjam meg a folytatását, de ez a mai napig nem készült el. Nagyon nem, jól sikerült Istvánkat, nagyon... Vigyétek ki a kis hátra! Hallod, valamelyik nap odaszaladt hozzám két srác az egyik plázába, és üvölt az egyik, azt mondja, Gábor,
tudod, nem néztem oda, mert nem vagyok Gábor. Igen. És mondja, Gábor! És akkor oda jön hozzám. Szóval, Gábor, nem ismersz meg? És mondom, István vagyok. És odafordul a srác a barátja, azt mondja, látod? És még paraszt is. Vannak ilyen traumák, amiket nem tudok azonnal mert összerakni. Mert szépen ugye? Kellett volna kezelni. Azért, mert ő egy rajongó, csak eltévesztett a nevet. Tehát azt kellett volna, hogy igen, megismerlek, de te nem ismersz meg engem. Vállaljak be minden keresztnevet? Figyelj, mindent a közönségért. Hát oda kell figyelni ezeket. Annyi, hogy férfi név legyen. Az már na, legyen. Ennyi azt talált. Tehát, na, alacsonyan van a léz, de fönt van. Ez a csajszín nagyon édes. Maradjon Bali helyett. Ezt rád jöhetett. Gondolom, még nem szólalt. De, úgy ezt tűnik, igen, ez hát. Korábban jött. Vagy későn ért ide az SMS-ig korábbi. Hát egyen meg a szívedet neked azért a... Tehát ezeket Vekerdi Tamással el kell beszélgetned, vagy összeragadt két lap a Wikipédiába. Ja, vagy lehet, hogy már itt egy picit előre utalt, mert hogy itt van nekünk a mai napra is. Julcsi! Szia! Julival mindig történik valami. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Julcsi! Szervusztok! Szia! Készüljetek feleim, eljött a végítélet. Vekkerin eltűntek az utak. Nincs utca. Vízben áll minden. Az építkezéseknél ugye előtte még voltak ilyen vízelvezető árkok, aztán ezt szépen mindenki betemette, és most nem lehet tudni, hogy hol kezdődik a járda, és hol ér végül. Ja, hogy okosan ti magatok megoldottátok nem, ezt, egész meg kell ezt valamiért, úgy döntöttek, hogy az nem kell oda, úgyhogy betemették szépen, úgyhogy áll az utca, utcán a víz, nem hát lehet. Hát rossz időben ne is menjen senki sehova. Persze, így van, csatornák még nem bírják. Így van, pontosan. Hogy vagytok, srácok? Arra emlékszel, hogy volt, amikor én kislány voltam? Válaszoltuk neked... volna, de minek hogy, is? Csak eszembe jutott erről, hogy volt egy ismerősöd, akinek odaadhattad ezt a Porúját élapó című mesét. Igen. És emlékszem, hogy nekem volt egy irodalomtanárom, aki Miska bácsinak irattatott velünk állandóan levelet. A leveles ládájába. Miska bácsi leveles ládája. Ez egy régi robot, ezt próbáld a mai tiniknek elmondani. Tehát ez Uncle Michael's blog. És én sosem tudom, nem tudtam, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a leveleknek, de mindig le kellett ülnünk, és kellett valamit írnunk, amit aztán a tanár beszedett. Az, ami történt, az hova került, azt megválaszolta bárki. Néhány vadállat, mit összeröhöghettek rajta, hogy nézd ezt a sok frusztrált tinit! És begyújtottak vele. Hát az ilyen tinis rovatoknak ugye ez volt a lényege, hogy vagy a szerkesztők írtak leveleket, amire mondjuk a doktor úr tudott jót válaszolni. De Miska bácsi volt egy ember, aki tényleg Miska bácsi legérdekesebbekre válaszolt. Hát Miska bácsi válaszolt a levelekre. Az semmit se jelent. Hát de most mondod, hogy volt egy szerkesztő. Fortunátus aki doktor. Megírta a levelet. Ja, de Miska bácsi meg tolba mondta. Így van, tehát ő aztán, nem a Miska bácsi leveles ládájában nem Miska bácsi levelei voltak. Nem, én írtam neki. Padisák Mihály volt. Padisák Mihály, igen, és Padisák Mihály bácsinak írtál te levelet. És Fortunátus doktor is válaszolt létezett. Neked a te kis ügyes balonyos dolgaira. Igen, hát ezt de nem ő írta meg a kis kezével, hanem volt egy Dombi, akinek ő diktálta, és Dombi írt. Most a számít, hogy konkrétan kivetette a betűt papírra? De most papírra. Tényleg te írtad? Melyiket? Az igazi beteg becsek. Tök mindegy, szóval Miska bácsi bárkinek válaszolt? Él olyan ember ebben az országban, akinek Miska bácsi válaszolt? Hát adásban válaszolt. Adásban válaszolt? Szerintem igen. Ez rádió műsor. Hát persze, hát na, jó, nem levelet csak írt. Ez a sztori. Hát gyerekek, jó. Hát nem levelet írt Miska bácsi elmondta az adásban, hogy amikor te megírtad a levelet neki, ő azt elolvast, és azt mondta, hogy kedves Juliska, az a csúnya piros pattanás, ott az kedegetik el. Igen, lehet, hogy nekem is válaszolt, csak én nem tudok róla. Igen, és kérlek, találkozz megint azzal a fiúval, akivel múlt héten, és mondd meg neki, hogy jöjjön elő is a szűrővizsgálatra. Julikával nyom. Az nem normális, hogy viszket. Nem akar annyit, mert biztos, hogy nem fog elmúlni. Ha viszket, akkor gyógyul, ezt így tanítják. Ugye? Az már a jó része. Én Dévényi Tibi bácsi óta nem hiszek a szabad kívánságokban, meg a szabad szerkesztésben. Tehát ott is mindig az volt. Itt van mellettem Ferike, aki szeretne Excel táblázatot rajzolni Mihály Schumacherrel. Tehát ezek nem, valami nem, olyan hihetetlenek. Nem, szeretnék, én menni akarok de, igen, vele. De akarsz. De szeretnél. Én neki is írtam egyébként. És teljesítette? Nem. Michael Jacksonhoz szerettem volna eljutni. És helyette elmentél egy töltőüzembe, amit a BB Nem. Én nagyon régóta szeretném, hogy gyerek voltak benne. Amikor azt láttad, hogy ott van egy 8 éves kisfő, és ő mindenképpen meg szeretné nézni azt, hogy a Szobi Szörp családnak a különböző termékeit hogy töltik, azért ott egy picit, hogy kilógott a lóláb. Tehát, hogy ott érezt, hogy nem biztos, hogy ez a kisfiú igen, nagyon akarja. Igen, és összehangolták a reklámkampányjal. Én meg akartam kérdezni régóta, remélem, hogy nem bántó ez neked. Van barátod? Ez a következő kérdés, és átugrottál egyet. Nem,
egyik az, hogy Ábel Anita utálja, hogyha a szomszédokkal meg Júcsival jönnek elő. De neked nem probléma a kölyök idős múltad, ugye? Nem. Én azt szeretném megkérdezni, oda is rengeteg levél érkezett. Igen. Hogy abból te láttál? Hogyne. És tényleg ezt rendes az a baj, magyar ivar élet férfiak írtak oda? Igen, egy csomó, és nekem sose jött szerelmes levél, úgyhogy... Na. Nem, azt nem merték odaadni neked, mert ment? Tudták, hogy kicsit rá vagy. Szekeres Nórának, az Acia Rékának rengeteg jött. És akkor tudod, ők kaptak ekkora nagy pakkokat, én nem mindig kaptam egy-két ilyen levelet, amit szeretnénk, a barátod lehet. Vagy add már oda Rékának, levelezni. Vagy Rékának üzenem, hogy pedig szép. Kedves Juli, azért már meg a Rékának, hogy tudod, szeretem. Milyen frusztrált voltam ettől? Szerinted, hány szerelmes levelet kaptam, gondolj be, pedig én még tévéműsorban se szerepeltem gyerekkoromban. Igen, jött egy csomó levél, és azokat mind mi válaszoltuk meg. Én egy szerelmes levelet kaptam, az is ilyen lekváros volt. Jaj, te. Meg akartam kérdezni, hogy meg voltál Gaskó Balázsnak? Nem. Nem? Jó. De akartad? Nem. És nyomai témát. Na, tehát Domikám, te... Ez gyönyörű szép váltás volt, figyelek, tanulok. Te már többször voltál itt nálunk, de amióta nekem rovatom van, azóta még nem voltál. Úgyhogy azt kell tudni a Juli élete rovatról, hogy itt mindenféle párkapcsolattal, gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket feszegetünk, illetve beszámolok olyan programokról, tanfolyamokról, eseményekről, amiken részt vettem. Amire mi magunk sosem mennénk el. Nekem azt mondták, hogy addig nem vagyok alkalmas a gyereknevelésre, amíg a reszkesetek betörőkből a betörőknek drukkolok. Már pedig így van. Jó, még nézd meg egy párszor előbb-utóbb, aztán majd talán már kerülnek is szorítani. Mélyül a szakadék. A lényeg az, hogy így jutottam el mindenféle ilyen helyekre, amiket aztán elmondok itt az adásban, amiken aztán jókat szoktunk derülni. Mesztele jogára, meg csúszkás, masszázsra. Igen, ezt meséltek a többiek. Programokra. És most megint szembe jött valami. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van Budapesten egy Boszorkány Múzeum nevű hely. Húha. Én miért nem tudok erről? De tényleg. Más irány az érdeklődésünk felé, szerintem. Hogy miért van az ülő, te akadsz rá Boszorkány Múzeumban? Ezek szembe jönnek, mert te nem internetezel eleget. De hála a jó Isten. De igen, de ott másfajta boszorkányok jönnek szembe. Ott te a kis gonosz veres. A seprű lovaglás. Szóval a Boszorkány Múzeumban vajákos asszonyokat képeznek, vagy hát mindenki. Na most ez egy iskola, vagy múzeum? Mit akar ez a kifejezés? Múzeum, és ennek mindenféle programja van, amire el lehet menni, ki lehet próbálni, lehet gyógynövényes sajtokat készíteni, szappant önteni. Már a boszorkányok se régiek. Semmi rontás, gyógynövényes sajt. Van, ez is lehet kártyából jóslást tanulni, és a többi, és a többi, és lehet inga jóslást is tanulni. Na, hát a hangsúlyból úgy érezzük, hogy te ezt próbáltad. Gyanítom, hogy nem az ötvös ingáról lesz szó. Nem. Na, inga jóslás. És nem is egy svéd színésznőről. Elmentem, és hát megmutatták. Akinek nekem, nem inga, ne vegye magára. Hogy is zajlik, meg hogy kell ezt... hogy kell az ingával jósolni, illetve hát ez egyébként egy rossz kifejezés, mert hogy az ingával nem jósolsz, csak tanácsot ad neked az inga. Úgyhogy én hoztam nektek, mert srácok, ebből még ki lehet hátrálni, tudod? Nem mondod. Hoztam nektek ingát, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor azt ezt most feltehetjük. De ez csak ilyen dichotóm kérdések, ugye? Tehát igen, nemes igen, válasz. Igen, nemmel kell lehet rá válaszolni. Tehát nem, az inga nem mondja, hát nem is tudom, tehát próbáld nem, meg. Nem, ha nem elég egyértelmű a kérdés, akkor állítólag ilyen ellipszis alakú pályán kezd el mozogni az inga, úgyhogy akkor újra egyértelműen fel kell tenned a kérdést. Muszáj az ördögügyvédjeként, fogadatlan prókátorként rákérdeznem, hogy zárható ki, hogy befolyásold az inga mozgását. Úgy, hogy nem mozgatod a kezed. Hát de olyan, tudatosan, vagy tudat alatt nem mozgathatja, nem? Figyelj ide, most én meggyőzlek téged, egy ingát veszel a kezedbe, és kipróbálod, jó? Na most jól látható. Hát, Juli, ezzel tényleg meg fogsz győzni. Felteszed a kérdéseidet, és egyértelmű választ fogsz rá kapni. Azért mi van ilyen szépen... ingák, ezeket elvileg füstölővel és telihold fényénél kellene megtisztítani. Hogy a francban? Megvárjuk. Füstölő az még összejöhet valahogy, de a telihold fénye az most éppen nem sikerült, mert azzal kellene feltölteni. Mindegy, hoztam kettő darab ingát, a harmadikat a gyerekek valahova elkotorták, úgyhogy kinek van aranyűrűje. Miért van becsomagolva a cseppfertőzés? Nem, azért, mert az én energiáimat nem ragaszthatom rá ezekre a bizonyos ingákra. Látod, elég a Boszorkány Múzeum mellett. Szerintem ezek olyan dolgok egyébként, amire az emberek így néha rákeresnek, meg így érdekli őket. Nagyon néha, igen. Én elmegyek, és megpróbálom, kipróbálom, így a többieknek már nem kell. Hogy zajlott a dolog? Tehát bementél a múzeumba, körbevezettek, hogy igen, 13. Igen. Századból itt van ez a gyönyörű seprő, ami annak idején még, nem az és én... a végén az volt, hogy tessék venni 5000-ért egy ingát, és megmutatjuk, hogy én, működik. Ezzel még Medvecki Ronna is repül. Az én boszorkányom, akinek ennek az egész műhelynek a vezetője. Van saját boszorkányod? Nem, aki ennek a műhelynek a vezetője, egy délalföldi
hagyományos boszorkányfaluból származik. Ez nem... Mi a falu neve? Mondd el. Szeged. Nem mondtam meg. Boszorkányfalva, igen. Titkos? És hogy az egész családja boszorkány volt, úgyhogy náluk a rendkívüli jelenségek és a különleges dolgok azok mindennapi dolgok voltak, úgyhogy ő egyáltalán nem lepődik meg azt, hogy ezeken a dolgokon ő rendszeresen vett kártyát embereknek. Te éreztél rajta alkoholszagot? Nem, egyáltalán nem. Nem, viszont egy kis fehér por volt a orra alatt. Maga a múzeum egyébként érdekel, volt ott formalinban úszó fekete rizsó, meg mindenféle csontváz, meg nagy kódexek a Harry Potterből, meg hasonlók, elég érdekes volt, de lehetett kapni egyébként ingát is. Na, megfogjátok? Hihetetlen, hogy egy Harry Potter könyvvel téged megvettek. Megfoghatjuk-e az ingádat, az a kérdés? Multikulturális. Én Dombira nagyon kíváncsi. Csinálom, amit mondasz. Dombi, fogjam meg. De igen, energetizáld át, kérlek, jó? Tehát vegyem ki, most azt nekem egy ilyen használt zsebkendőt, várjál. Nem, ez nem használt zsebkendő. Ja, azért van zsebkendőbe csomagolva, mert ha nincsen füstölő, meg nincsen teli hold, akkor olvastam, hogy vízzel is le lehet mosni. Aha. Ugye csak ez egy lánc, és a végén van egy inga. Azt most fogd meg a kezedben, és szorongasd egy kicsit. Vagy rakd be a hónod alá. Hát figyelj, akkor bemozdul. Tessék, itt olcsóbb volt így, hogy négyet vettél? Nem, fogd meg a kezedbe is, és szorongasd egy kicsit. És azt mondják, hogy ettől átveszi a te energiáidat. Az enyém más típusú. Igen. De ez egy műanyag darab van. Nem. Az hegyi kristály, az pedig tigris szem. De és az mind múlik? Az egyik jobban karcol? Nem, azt mondják egyébként, hogy minden jegynek megvan a maga köve. Aha. Azt hiszem, de ezt már elfelejtetted megkérdezni. Nem, azt hiszem, hogy az a kő, amit a Dombi szorongat, az én kövem. Az ennyiben van fémjel, úgyhogy megtartom. Ez is. Mi? Fantasztikus esztergom munka, hihetetlen. És egyébként, ha van nálad aranygyűrű? Van, mindig van nálam több is. Na, az új kígyós értelmet. Ha gondolod, akkor hoztam egy láncot, te is ha felhúzod, akkor rárakhatod, és mert hogy a 80-as években én még nem voltak ilyen ingák. Életbe. Na. Na gyerekek, hát megy a rontás, hogy ez arra nem jó, csak jó dolgot tud csinálni. Nem lehet felrontani. Igen, arra akadt. Az én kristályom, az a rommában tapperolva, ez használt. Akkor nem, az fel van töltve. Nem, most fogtad meg. Hát nem, már most nem, már még előtte volt. Figyelj, lemostam, úgyhogy nagyon össze nem lehet tapperolva. Úgyhogy most egy kicsit szorongasd. Jó, oké. Na. Jó, és utána az a lényeg, hogy ki kell... tisztítsuk a gondolatainkat. Jó, az még sosem ment. Üressé kell, hogy váljon az elménk. Az már ment. Az meg, oké. Okay. Amikor hittem a múltkor. De képzeld el, amikor... Igen? Jaj, látom a fényt. Üressé kell, váljon az elménk, és utána egy egyértelmű, eldöntendő kérdést kell föltennünk, egy egyszerű kérdést kell föltennünk az ingának. Aha. Mi legyen ez a kérdés? De mindenki ugyanazt a kérdés. Nem. Egyesével menjünk végig? Tombi elveszíti el idén a szüzességét. Vagy hát lesz a barátnője. Hát ez mindenki és tudja. És szóval megfogod az ingát, és az a lényeg az első történet, a tedd alá, tehát akaszt föl, és tedd alá. De akkor eldöntendő kell? Igen, nem. Tehát olyat nem tehetek fel, hogy mi lesz a holnapi adás mellett. Nem, az nem. Várj, még ne szaladj ennyire előre, hát ez ennél bonyolultabb. Ne lesz a fejed? Többen vagyunk így. Fogd meg a kezedben az ingát, jobb kezes vagy? Igen. Jó. Attól függ, mit kell csinálni. Most a balba fogja. Az nem tudom, mit jelent. Jó, fogd meg. Az a bal az előjáték. És a lényeg az, hogy állítsd meg az ingát, és először meg kell az ingát kérdezni, hogy melyik az igen, és melyik a nem. Kajakra beszéljek egy közös? Így van. Mondasz nekünk, kedves inga, mutasd meg az igent. Igen, mutasd meg az igent. Ne ilyen magasan tartsam. Hát de nem tudja más. Hova tegyek? Fogjam meg a közepét, nem? Nem adtál ilyen instrukciókat. Jó, kedves inga, az egész épületben itt a legnagyobb az egy négyzetméter eső hülyék száma. Igen. Hát ez könnyű, szóval... adjunk nagyobbat. Adjunk nagyobbat. Na, nem mozgass. Tehát nem mozgatom. Meg kell kérned az ingát, ki kell üresítsd az elmélet, és kérd meg az ingát arra, hogy mutassa meg, melyik az igen. Várjál, kiürítem az elmémet. Tévés. Na most nekem elkezdett az óra járásával egy az irányban mozogni, akkor melyik ez az igen. Igen. És koncentrálja, hogy mutassa meg, hogy melyik az Júli, igen. Ha most rákérdezek, hogy most mutassa meg a nemet, akkor meg fog fordulni? Igen. Most mutass meg a nemet. Akkor elvileg, tehát ha eddig előre-hátra mozgott... Most mutass meg a nemet. Nem. Basszus, megfordul. Figyelj, csináljuk már meg, hogy addig... Na. Addig fogjuk már gyerekek, meg a sajátunkat, mert lehet, hogy azt hiszi a kövünk, hogy mi kérdezzük tőle, miközben a Feri kérdezi. De hát én hogy az a baj, hogy mind a hármunk elindul valamilyen irányba, nekünk kettőnknek meg kell fogni, mert a gyerekek, Feri megmozdul. Jó, de most tényleg figyeljetek meg, de ez így forgott az igennél, és mondtam, hogy mutasd meg a nemet, és megfordult, és most így forog. Nem, azt jelenti, hogy nem akarja megmutatni. Azt mondta, hogy nem mutatom meg. Ez a nem.
Na, hát akkor nálam már azért működik. Durva, nekem hogy... az igen általában az, hogy előre-hátra megy, igen? A nem pedig az, hogy körbe-körbe. Nekem még egy kő is nemet mond. Na, akkor megvan mindenkinek, hogy mi az igen és mi a nem? Dombi, igen. Dombinak még elakadt. Várj. Jó. De tedd alá a mutasd meg, Kavics. Kedves Kinga, nem. Mutasd meg, melyik az igen. Uh-huh. Mutasd meg az igent. Jó. Mutasd meg okay. Az igent, te kő. De koncentrálj rá. De koncentrálj rá. Kő. Nem de koncentrál. Én kő, hanem, mutasd ja, meg a én... nemet. Aha. Melyik a nem. És azt is mondták, hogy ha spirituálisan egyáltalán nem vagy erre nyitott, akkor rezegni fog. Én nyitott vagyok. Nem, azért nem mozdul meg, mert én Vágó Istvánra gondoltam, és szerintem ő leblokkolt minden spirituális energiát most. Nekem megvan. Jó, és akkor mutasd meg a nem. Most mit csinálsz? Te rázod a kezedben azt a nyomot követ. Most mutasd meg a nem. Hogy... Úristen, elindult. Jó, figyeljetek, egyet. Ne hárman egyszerre, mert ez így óriás kacsvasz. Akkor csak a dombi. Moderálj. Jó, basszus. De csak akkor hárman tegyünk föl. Akkor három kérdés jöjjön. Az én kérdésem az, hogy lesz-e valaha népszavazás a vasárnapi zárvatartás kapcsán. Ezt kérdezd meg tőle. Lehet ilyet? Persze. Lesz-e valaha népszavazás a vasárnapi... Hú, Jézusom, azt mondtam, hogy lesz-e már... Na már erre is, igen, lesz! Hát ez a nemet mutatja. Nem lesz? Nem. Aha, francban. Ez egy egészen egyszerű dövés. De ez egy kérdés volt, hogy soha nem tudok menni hangyacsapát vasárnap. Másrészt ilyen határozottak még nem láttam az ingát. Neked van kérdésed? Azt tegyük még föl, jó? Amit te nagyon akarsz tudni, Dombi. Lesz-e valaha saját műsorom bármelyik tévébe vagy rádióba? De úgy, hogy egyedül. Hát stáb az lehet. Nem ja, az lehet, de hogy nem beszélj kell. Már egyértelműen fit. Figy. Az, hogy elfelejtettem, hogy az igen-e vagy nem. Ez valami... a nem. Aha, valami lesz, az biztos. Ez a valószínűbb, ugye? Én szerintem ez az igen mutatja. Ez most körbe megy, vagy előre-hátra, mert én innen nem látom. Ez oldalt, ez jobbra-balra. És ez melyik, Dombi, könyörgöm, ez az igen vagy a nem? Ez az igen! Ez azt jelenti, hogy ígéret ez lesz a műsorra. Ez az igen. Az ígéret már nekem tökéletesen jó. Szóval én az ígéretekkel megelégszem mindig. Mesélte ez a boszorkány nő, hogy közben ideadod. Persze, visszaadom. Megvan a számla, ugye? Igen. Mesélte ez a hölgy, hogy vannak nők, akik teljesen rá csavarodnak erre a fajta ingázásra, de annyira, hogy azt is kikérik, hogy aznap mit tegyenek, hogy ne puffassza fel őket. Nagyon melós. Kicsit elmegy vele az idő. én megkérdeztem. Miről? Hogy a bab puffaszt-e? Nem. És mit mondott? A legfontosabb kérdést. Hogy? Hogy hogyan tovább. Hogy ever? Ja, hogy de hogyan neked? Tovább? Neked hogyan tovább? Hogy hogyan lesz. De azt nem mondja meg, hogy hogyan tovább, meg kell kérdezni, hogy igen vagy nem. Igen. Hát megkérdeztem tőle, hogy... De hogyan tovább mi? Lesz-e frekvencia hosszabbítás? Tényleg, de jó. De jó kérdés, azt hittem, hogy azt kérdezi, hogy kapok-e új mereket karácsonyra. Az mennyivel jobb, ha hozzáírnak még egy ötöst? És igen, mutatott. Igen? De jó. Köszönjük. Na jó, va. Úgyhogy hátradőlhettek, srácok. Az Inga is megmondta, hogy minden rendben lesz. Kicsit kezdünk átmenni Duna TV-be. Ez majd azért odafönt is mond el, jó? Hát biztos. Szóval Júli, köszönjük szépen, jövő héten újra. Nagyon tanulságos. Várja, lemerítem, reszetelem neked, jó? Lenulláztam. Ne adjátok vissza ugyanúgy, mert megfertőzi Júlit a Dombi. Ez tele van, igen, és kell. Júli, köszönjük szépen, 4 percen múlt el, 9:30. Már is jövünk a hármas ugrással. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Gábor! Jó reggelt, sziasztok! Milyen helyzet Szegeden? Szegeden, hát várjuk, hogy a napfényváros az újra a napfényváros. Akkor nálatok is eső ezek fél szerint. Fél év? Hát éppen talán nem esik, de olyan csak részig kicsit. Uh-huh. Hallgattad az előző megszólalásunkat? Hát részlegesen, igen. Hívjunk egy picit később, mert kipihened magad, és tudsz válaszolni a hármas ugrás kérdéseire is? Nem, azért neki fogsz. Menni fog szerintem egyébként, egy nagyon könnyű kérdés sort raktunk neked össze. Jöhet az első kérdés, hogy haladjunk? De. Na, azt mondja, hogy pasztartóért, milyen színűre festi az ételeket a kurkuma nevű fűszer? Sárga. Úgy van, minden sárga fest az égvilágon. Ezzel szoktak tanyasi csirkét hamisítani. Pontosan így van. Megveszed a tetyós csirkét, bekened kurkumával, azt kiviszed a piacra. A csirkét hamisítani. Bizony, a hús hamisítás egy klasszikus. Hát ezért jár a pasztart. Szuper. Na, vegyük. Régebben piacozott Feri, onnan tudj. Ebből éltem sokáig. Baseball sapkáért. Baseball sapkáért a következő kérdés. Melyik sokszoros Emmy és Golden Globe díjas tévésorozat főszereplője volt Tony Soprano? Mafiózók. Így van. Jó. Jöhet a harmadik?
Igen, igen. Nyolcas lesz, nehéz. Meg. Hogy nevezik a virágrendezés japán művészetét? Virágrendezés? Aha. Ez egy fantasztikus művészet egyébként, mert beleraknak a vázába. Ike maga. Azaz! Ike maga. Jól mondom, jól mondod. Egy darab szál virágot beleraknak a vázába, és azt elrendezik. Igen, és ez művészet. Hát, hogy merre álljon meg ilyenek, ajtó vagy ablak. Tehát egy csomó. Igazából belerakod, és te forogsz a váza körül, és onnantól kezdve megvan. Gábor, gyakorlatilag végig szántottál a három kérdésen, nem voltak megingásaid, nem voltak kérdéseid, csak válaszaid, úgyhogy megvan mind a három ajándékod. Gratulálunk. Nagyon szívesen, vigyázz magadra, szevasz! Ti is, köszönjük, jó műsor. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, az mondja, fél országnak válaszolt Miska bácsi annak idején. Rengetegen írtak SMS-t, hogy a mai napig megvan nekik az a levél, amit Miska bácsi írt. Még egyszer hangsúlyoznánk, hogy a Miska bácsi nem írt levelet, hanem az adásban válaszolt. Tehát, hogy és tuti nem SMS-t írtak, igen, neki. Igen, ha neked van ilyen leveled, akkor szerintem a szüleidnél keresd a megoldást, hogy ők válaszoltak a kérdéseidre. Igen, igen, igen. De én már nem írtam neki. Tehát én a Bravo újságba írtam, teljesen más ügyből. De megkaptad ott is a választ. Jött válasz. Jó, meg neked megjelent versét a kis dobos újságból, úgyhogy te. De csak egy része. Voltam. Jó, hát ki hol van, az már. 7:30 jövünk vissza mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc múlva lesz 3:45. A Dombi tényleg ennyire buta, vagy csak csinálja? Borzasztó. Ha ez megnyugtat, igen, igen, én tényleg ennyire buta vagyok, hát hogyha van lehetőség, hogy eljátszom, akkor valami más játszanék. Így van, így van, ne ez kell, hát ami alapból megvan, ez és rettenet. Ezzel többen is így vagyunk ebben a műsorban. Még egyszer? Köszönjük szépen Julinak még egyszer a rovatot, nagyon sokan hozzászóltatok, hogy ez az ingázás, ez nagyon-nagyon jól működik. 5-ös lottók százai születnek az országban ingázástól minden pénteken, ezt próbáltuk ugye földeríteni. Igen, igen, mondjuk akit Becsés környéki jár, ő utálja az ingázást, ők már úgy van. Köszönjük szépen, gyorsan megmutatjuk, hogy mi mindent csináltunk a mai reggelen Dombi hathatós segítségével. Nagyon jó kérdéseket tett föl például Dr. Szlávik Jánosnak, akit hát a kapcsolatosan hívtunk föl, hogy a Zika egyesek szerint a Zrika vírus, mert a Zikát ezt nem érted, ugye, de a zrikálás az egy létező szó. Szép magyar szó, igen. Már Csehországban dübörög, hogy ez tényleg fertőze, de a doktor úr mindenkit megnyugtatott, hogy nem. Hát, ahogy mindig meg szokott nyugtatni minket, nem. Bármikor felhívjuk. Mert ők kretének a szúnyogjaink, igen. Igen. És aztán pedig beszéltünk Pető Györggyel is egy olyan eset kapcsán, hogy le kell szállítani egy repülőgépet, ahol 6 részeg randalírozó német fiatal Szlovákiába tartott egy baráti sörögezésre. Ja. De hát már annyira elszabadult a pokol, hogy valamit tenni kellett, és mi kíváncsiak voltunk, hogy hol van az a határ, ahol már ilyen intézkedést meg kell hozni. 3:45 múlt, 5 perccel vérzik a szívünk, Dombi, hogy már csak 10 percünk van együtt. Nekem is. Ebből 5 a hasznos. Mindig imádom, amikor egy szakállas férfi mond ilyet. Ugye? Igen. Hogy jó volt veled, köszönjük, és de sajnáljuk, volt. Hogy vége. Remélem azért még jöhetek. Persze, majd egyszer, ha Balázs visszatér a szabadságáról, mert nagyon sokan írják, hogy mi igen, van vele. Kérdezik, hogy meg mi történt vele, hogy kigolyoztad. Egyszerűen ennyi, elment egy picit pihenni. Egy picit nem többet, Szabi, Balázs. Ja. Csütörtökön viszont már lesz. Anna, hívjuk a naphallgatóját, légy szíves, illetve te hívd. Ha kérhetjük. Te izgulok. Jó, tudod, azt kell mondani, Marni. Ez az lesz, amit mondtál. Az. Hát a de nekem is ezt kell mondanom, vagy nekik? Nem, csak nekik. Én nem mondok semmit. Morning show, tessék! Zita, gratulálunk, egyrészt megvan az ajándékcsomag, másrészt pedig azoknak, elmondom gyorsan még egyszer, hogy tegnap volt ugye 20. február 29-e, ír népszokás, van ilyenkor érvényben, a lányok megkérhetik a férfiak kezét, azon lányok, akik ugye már régóta párban vannak, de a hapsiuk nem kéri meg a kezét, és te tegnap megkérted, de nem értük utol Marcelt, viszont ma írtál SMS-t, hogy mi történt, hát van egy kis meglepetésünk neked, Zita, van egy fiatal ember a másik vonal túlsó végén, aki szeretne neked valamit mondani. Hú! Ki, jó. Ki lehet? Azt szerintünk, az... szerintünk hát Marcel. Hát szerintem a Marcel. Haló? Marcel? Haló, itt vagyok. Na kérlek szépen, hát akkor mondd, mi a válasz? Hát alapjárat, hogy igen. De jó. Igen mondok, szuper. Mindenféle
kérdésre. Kicsit kényszerítve, vagy de egy nap tapsot az még kapsz tőlünk. Jó, hát tegnap ugye, tegnap Marcell nem tudta fölvenni a telefont, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor egyrészt van egy ilyen naphallgatója, díjatok, meg jaj, akkor járjunk a végére a dolognak. Tegnap este tényleg, Marci, te sajnáltad, hogy nem sikerült elérnünk adásban? Igen. Ha ma hívtatok volna, ma föl tudtam volna venni a telefon, mert ma nem tudtunk menni dolgozni, de tegnap sajnos nem. És tegnap is igen lett volna a válasz? Hát, ha jobban belegondolok, igen. Nézd a jó oldalát, volt egy nap gondolkodási idő. Na igen, oktál rá egyet. Jaj, de jó. Na jó van, akkor sok boldogságot nektek. Köszönjük szépen. Most már nincs menekvés. De hát egy nász éjszaka ilyenkor pluszba dukál, nem? Világos. Ne simán. Hát igen, tegnap megtartottuk az elsőt, ma majd a holnapit. Előre a medve bőrére? Elő nász éjszaka. Igen. Zita Marcell, gratulálunk a naphallgatója díjhoz is, meg hát akkor a lánykér, vagy fiúkéréshez is. Sziasztok. Előre a medve bőrére. Honnan tudod, hogy Zita így becézi a barátját, hogy medve? Előre a bőrére. Csabi, jó reggelt, szevasz! Jó reggelt! Szia! Basszus, hihetetlen, tegnap is már mondani akartam, hogy a Csabinak jobban szól a hangja, mint hogyha itt lenne bent a stúdióban. Én ezt nem tudom, hogy csináljuk, de rendszeresíteni kéne itt is. Profi a technika. Nekem mindig jól szól a hangom. Mondjuk ez is igaz. Ez is igaz. Szia, Csabi! Jó, hát ki vagy te? A Dombi. Na? Te vagy az a fiatalember, akinek a plakátjával tele van eger, hogy ketten az úton az aranyosival? Igen, és én vagyok a másik. Na tessék! Bizony. De ez nem az a ketten az úton, tehát nem az Árai Vámosi, és ez még a barátságon innen. És ez egy volt előadás, vagy egy vagy jövendőbeli előadás? Egerbe szerintem majd megyünk, különben mi a fenét keresnének, ki jön a plakátok. Mert nem szedik már rég leszették volna, de mindenhol te vagy, minden sarkon te figyelsz a plakátokról. Hát figyelj, azért Eger is megtanulhat. És nagyon szépen le vagy fogyva, gratulálok. De aranyos vagy, már a plakát az tényleg fél évvel ezelőtt. Igen, lehet. És photoshopos. Így van. Az a lényeg, tehát a hirdető oszlopon egy kicsit van egy íve, tudod, teljesen máshogy néz ki. Csabikán, te kit irigyelni, hát te mindig rendben vagy. Hagyjam vissza, hagyjam vissza. Nem ezek szobára. Tessék? Körbe udvaroljátok itt egymás, már kezd kínos. Igen, ennyi férfi régen udvarolt. Nekünk úgy is menni kell, úgyhogy ti ezt megbeszéltek. Csavi, akkor azért annyi információ, tehát Egerben vagy? Képzeljétek el, hogy itt vagyok Egerben, és megint csak várom a klassz hallgatókat. Egyrészt ugye a kívánság műsorral itt a helyszínen lehet kérni, másrészt megint lesz játék. Tehát egy helyszíni játékos és egy telefonos klassz hallgató összeméri a tudását, hogy mi minden került bele a virtuális kosarunkba, amit majd Ördög Nóri ismertet, és aki jobban tippel, hogy mindez mennyibe kerül, egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyerhet, ráadásul óránként. Tegnap egyébként hárman a helyszínen, ketten telefonon nyertek, úgyhogy eddig a helyszínek vannak előnyben. És akkor segítesz bepakolni a vásárlás után, vagy nem? Simán. Sőt, én vásárolok mindenkinek. Jó, a 25-5, ugye azt kell elküldeni nekünk ide. 25 éves tessék elküldeni SMS-be, mert hogy 25 éves a szupermarket, ahol most vagyunk. Egyébként a Sas utcai szupermarketben várom itt Egerben a klassz hallgatókat. Tessék jönni. Egy ajánlatot kérünk szépen tőled még. Hozom nektek a New Level Empire és Dennis közös klassz slágerét. Ugye ennek az az érdekessége, hogy a New Level Empire azért előszeretettel énekel angol nyelven. Most viszont azt csinálták, hogy közösen magyarul egy Valahol című dalt hoztak össze. Elég jó. Figyelj most, Csabikám, azért kettő dal között, amikor éppen van egy kis ráírod, azért nézd már meg a kosarakat, hát ha százasban nem maradt valamelyikben. És nagyon kapd össze magad, mert van egy feltörekvő új kívánságműsor, az ajándék szatyor, és nagyon jön fel a nyakadra. Kívánság szatyor, nem? Csabit nem lehet megszorongatni. Jó, holnap megint megpróbálunk kapcsolni. Ne foglalkozz velük, hagyjad. Elgurult a gyógyszer. Szeretjük. És holnap reagálok rá, jó? Szeretjük, Pista. Így van. Akkor én szeretlek, Csabi. A szó klasszikus értelmében nem a görög, tehát mint ahogy egyik ember a másikat. Isten, nem akarom aranyosi ezt tovább hallgatni. Aranyosi Pista, te vagy a legjobb. Éjjel a sing-sing. Köszönjük szépen Dombinak, hogy elfogadtam a reggeli meghívást. Holnap Jánossal találkozunk kettesben, és aztán csütörtökön jön vissza Balázs. Mindenki nyugodjon le. Így van, oda. Oda, köszönjük szépen, szevasztok. Szép napot, sziasztok. Hölgyeim és uraim.